look past your jewelry. Now this ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now, give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanna be me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all, y'all. Just being honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it. Give me that crown now cause I'm the king, call me your highness. Trying to find the glory. Got them all sleeping on me. My haters out here dying, snoring. Why they mad that I'm finally growing? And they see me fighting for it. What they wanna get involved for? I kill them all off until I'm enormous. Cause 9 to 5 is boring. Grinding 5 in the morning. I'd rather make music, get paid for it, die with a fortune. And my ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now. Give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanna be me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all, all. Just being honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it. Give me that crown now cause I'm the king, call me your highness. This life a movie, I'm a motherfucking star like Clooney. From dusk till dawn, I'ma lose sleep. I ain't tryna live broke like you be. I been coming for the bag, I do me. Will I get paid? Absolutely. Cause you better knew a boss like Takeoff. I ain't left all bad and bougie. Heard them talk, they barely knew me. I ain't let no stranger fool me. When I came in the game, y'all showing that fake love. I ain't look past your jewelry. Now this ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now. Give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanna be me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all, all. Just being honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it. Give me that crown now cause I'm the king, call me your highness. I'm trying to find the glory. Got them all sleeping on me. My haters out here dying, snoring. Why they mad that I'm finally growing? And they see me fighting for it. What they wanna get involved for? I kill them all off until I'm enormous. Cause 9 to 5 is boring. Grinding 5 in the morning. I'd rather make music, get paid for it, die with a fortune.
and my ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now, give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanting me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all, cause I deserve it all, yeah. Just be honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now, and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it. Give me that crown now, cause I'm the king, call me your highness. This life a movie, I'm a motherfucking star like Clooney. From dusk till dawn, I'm a loose leaf. I ain't tryna live broke like you be. I been coming for the bag, I do me. Will I get paid? Absolutely. Cause you better knew a boss like Takeoff. I ain't left all bad and bougie. Heard them talk, they barely knew me. I ain't let no stranger fool me. When I came in the game, y'all showing that fake love. I ain't look past your jewelry. Now this ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now. Give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanting me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all, yeah. Just being honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it. Give me that crown now cause I'm the king, call me your highness. Trying to find the glory. Got them all sleeping on me. My haters out here dying, snoring. Why they mad that I'm finally growing? And they seeing me fighting for it. What they wanna get involved for? I kill them all off until I'm enormous. Cause 9 to 5 is boring. Grinding 5 in the morning. I'd rather make music, get paid for it, die with a fortune. And my ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now. Give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanting me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all, yeah. Just being honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it. Give me that crown now cause I'm the king, call me your highness. This life a movie, I'm a motherfucking star like Clooney. From dusk till dawn, I'm a loose leaf. I ain't tryna live broke like you be. I been coming for the bag, I do me. Will I get paid? Absolutely. Cause you better knew a boss like Takeoff. I ain't left all bad and bougie. Heard them talk, they barely knew me. I ain't let no stranger fool me. When I came in the game, y'all showing that fake love. I ain't look past your jewelry. Now this ride is foreign. Every whip I drive imported. Anybody know me, they know. For this game, no, I'm dying for it. I'm on now. Give me that crown, yeah. Ain't nobody out here really wanting me. I'm going hard while you falling asleep. I got it all cause I deserve it all, yeah. Just being honest, they don't wanna see me honest. I'm taking over this game now and that's a promise. They out of pocket, they don't wanna believe I got it.
now, cause I'm the king, call me your highness. Sziasztok srácok! Hello, 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 hello! Na, visszatértünk. Tegnap már késő este jöttünk haza, úgyhogy nem tudtuk visszalőni a netet, illetve indítani a streamet. Úgyhogy most pótoljuk a tegnapi napot is, jó? Hogy vagytok? Köszi Peti, amúgy láttam, olvastam, hogy visszanézted a streameket, ez tök jó olvasni. Na, szépen gyülekezünk, srácok. Kicsit megfázhattam, így köhögök, meg így folyik az orrom úgy rendesen. Azért fenn vannak srácok 200-an a szerverem. Most van Nyüzsi. Na, szarul vagy, mi történt? Taxis hátam. Na ez a frányi kövés. És hát sétálok egyet, úgy döntöttem. Most nem kocsival ezek. Bevallom őszintén, kisasszony igazából elment maszkot cserélni, mert rossz maszkot intézett. Úgyhogy ja, azt intézi éppen. Serifek a belvárosban. Nagyon jó. Nem viccajos. Gyorsan átmegyünk előtte, nem viccel, nem viccel, nem viccel. Szuper. Nagyon jó. Ugyanaz van, mindenki egy foci edzésen voltam tegnap, ma megfázás, felfájás, meg... tudod a többit. Jaj, nem tudom, de én nem voltam semmi ilyesmi helyen, inkább az, hogy szerintem ez a hülye időjárás. SG MPX képfegyvert magamhoz vehetem majd. Ja, úgyhogy igazából most séta van. Ezt kitipáltam. Jó, nem tudom, nem látom. Na mindegy. Hát ugye ennyien vagyunk a szerveren, szerintem biztos, hogy az adminok nem unatkoznak. Ja, úgyhogy tényleg nem tudom egyszerűen, hogy mit hoz a mai nap? A forró italprom, de jó, hogy eszembe jutott. Basszus kucs, meg lett egy ideje csinálva, csak a polcra lett téve. Ugye bejövök ebbe a kis lyukba. Ugye ide hozom magam a srácot.
Na, kollégák szuliban. Ennek szerintem a fő publik fele. Na, közben itt vagyok. Szia, Marcel! Hello, hello, hello! Mindjárt becsatlakozik a kisasszony is. Remélem. Egy zágódás átmehetünk kényelmesen. Na, mint tudja, ez az időjárás, ez közre játszott nálam, mert napokban reggel hideg, délután pedig pólóba tudok hazajönni, mert annyira meleg lett. Ma is 28 fokot mértem. De amúgy minden rendben, délután aludtam egy keveset. De szerencsére régebbi típusú nyomtatóm van a cégnél. Jött rá egy Windows frissítés a gépre, illetve Win 10-ről Win 11-re lecseréltem, és kiderült, hogy a Samsungot felvásárolta a HP, viszont a frissítés az, hogy elfelejtették kiadni hozzá. Úgyhogy nyomtatni tudok, szkennelni nem. Mert USB port hibát ír, és másról is ez fordult elő sajnos, úgyhogy valószínűleg új nyomtató lesz. Mi a helyzet? Minden rendben. Amúgy visszatértél? Szuper! Megkérdezzük a kisasszonyt, merre van. Sok telefonszám, te jó Isten. Frissítés van. Super. Na, az igen. Indult itt felvettük, idő. Barikán helyére. Miért késik ennyit a képem? Közben azt nézem. Szia Lacika, hello, hello, de régen jártál itt. De régen jártál itt. Megyünk, átöltözünk. Sok minden volt. Na, mi történt? Mesélj, Lacika. Ja, úgyhogy srácok, VD1 fokozat van. Úgyhogy az öltözet az erre változott. Kicsit beteg lett. Na. Szia! Szia! Na most igen. Megyek, most változtattam meg a maszkomat, úgyhogy most indultam el a PD irányba, irányába. Itt nagyon remélem, hogy oda tudok érni, ha nem fognak belém kötni, vagy valami.
Jó, itt vagyok már az öltözőbe, átöltözve. Jó. Gyere. Pusz, pusz, És pusz. puszi. Ja, közben meg felhívott, és elvitte a figyelmemet. Ezt ide tesszük. Így fogom tudni. Ezt a végére. Kell. Ez is. Tehát itt pedig majd be kell raknom, jó. Elnéni való van. Akkor átmenjünk a szertárba. Még most kint vagyok semmi közepén, félig van gázolva és nem indult ötből, lehet gázolni színűvel vívni vagy pollasztok. Vagy a mérő adta meg, majd az kétlem. Bocsánat, itt vagyok. Ja, kikőgtem magam. Valószínűleg elment a gázolajszűrőt. Melyiket szereted jobban? TVVYT. Ja, Twitch vagy YouTube? Erre gondolsz? Peti. Jó lenne. Rá tudnék nézni. Ismételte jó lenne. Ah, most jó. Twitchnek egy kicsit jobb a minősége, de nem azon, hanem egy idő után. Jó napokat. Szerbusz, szerbusz. Megkeresem azt a bizonyos fegyvert. Ja, ahhoz ne felejts el történt kivenni, mert nem tudom mennyit kell. Azt nem mondta senki. Egyelőre megkeresem, hogy van egyáltalán. Ez AR-15. Igen, azon kívül többi hol van? Hát nem tudom. Hát valahogy tele volt, nem ennyi volt. Az kemény. Cameron Jacobine rendőrtiszkettő felvette a szolgálatot. Rákérdezel, vagy kérdezel? Jó, érdeklődni szeretnék, hogy nagy kaliber olyan, amit használhatunk mi is rendőrtiszt, egytől nem található a tárolóba. Akkor viszont legyenek kedvesek azt sem a szolgálati fegyvert használni. Tízni. Akkor jó. Erőt egészség, ezt például Cooper felvett a szolgálatot. Ugye mondanék, hogy tegnap még volt egy csomó Sigen PX, ma már egy sincs. Vagyunk olyan sokan szolgálatban, vagy nem voltunk olyan sokan. És akkor hol vannak? Most viccen kívül. Elteleportált vagy? Mi történt? Polgárőrnek adja ki magát. A 02 reagál az utolsó bejelentésre. Erőt egészséget. Hú, de nem hallom. Erőket. Igen, szó szerint be vagyok költözve, van bent is ütőrössz, wifi meg szivagyítós konnektor. Az igen, szia Mizu veled, szia Kristóf, minden rendben, minden fasza. Nem úgy, Twitch, azt tetszik, de YouTube meg azért tetszik, mert sokan néztek onnan most már. És volna leveszem most én a sisakot? És visszarakom? Akkor Carlos Hornnál fog ideülni a helyemre. Szuper.
hátra is ültem. Most mi a helyzet? Mikor lesz Cségó? Litra szerintem holnap elfoglalt lesz, de írjál rá récén. Ő fog tudni csézni szerintem. Szörök egészség. Na srácok, nyomjuk meg 1000 követőt Twitch-en. Meg kell nyomni. Kamerom, merre mentél? Kihallgatóban vagyok. Az komoly. Jó. Hova tudok csatlakozni, kollégák? Hármas egységeket húzunk, ugye? Igen. Jó. Csak itt várunk itt a Horner. Ja, értem. Jó, akkor mindjárt rákérdezek, hogy van esetleg ki. Van valaki ki? Nem tudni. Van. Kollégák, van olyan szabad egység, ahol tudok csatlakozni? Az jó. Jó, hogy érkezik válasz. Mondd Litrának, hogy holnap írok, mert lett egy ötletem. Marci írja. Jó, jó, megírom neki. Szerintem kell szűrös és hújtam, csak sötét van. Szeretem kollégák, több az negyedik lopról vette a szolgálatot. Előtt egészsége. Motor, motor. Hát jó, várunk még egy kicsit. Tudod, nem megyek a kihallgatóba, megnézem ott is mi a helyzet. Jó lett, Bokán meg kiment. Az jó. 362, 1195, két gyalogos az autós kereskedés mögött. Na jó, egyetlen egy lámpa nincs itt nálam, se baj. Itt is egy autó, ott is egy autó. Rádió szarnak válaszolni. A mindenségét, mehet a munka. Millán? Ó, itt vannak emberek, jó napot, szuper. Egészséget, Mike Miller szolgálatba állt. Erőt, egészséget. Itt megyek kiavítás, jó. Sebességkorlát túllépése miatt. De most nem rosszból, csak annyi, hogy... Megyek, van olyan egység, ahol nincsen meg hárman. Igen, hogy már bekövetek, de akkor megyek oda. Mind a kettő van nekem, Peti. Idéről. Twitch is, YouTube is, jó. Mind a kettőt tudom nézni. De kösz rendes tőled. Mert a napai gondoltévült, és ezt beszállja a rendőr autóba. SPD 25, megkezdi a szolgálat 25 főve. Tessék. Hát a matematikát 1995 vége folytatja a járőt. 5 fővel? Ne basszatok már. Ó, ilyen sokat, uram. Nem, de az előbb kérdeztem meg rádión, hogy hova lehet csatlakozni. És az ott egy kurva válasz lenne. Hogy? Jó, és akkor még egyébként tudnék hozzáírni. Csak úgy mondom, hogy... Most töltön elindultak, érted? Hallja. Jó, álljon fel a szék. Nem tudom, nem is érdekel, de mindjárt rádiózok ismét, mert ezek szerint pont nem zavar senkit. De mindegy. Nem, a 900 hektárt nyomtam le, az beteg.
SPD 25-10-18. Meg akkor neki át valami fényeket, amikor végeztem. Az igen. Jó, közben általában láttam az óra itt is. Szuper. Na most ezek a jó emberek mit akarnak itt? Mindjárt kérdezem tőlük. Járatban. Na, fekete Mercedes. Ez csodálatos. Jó napot, uram! Szép napot, uram! Szép napot! Mi állatban? Őszintén szeretnék érdeklődni, hogy láttam, van munkahirdetés rendőrségnél, és erről szeretnék érdeklődni, hogy ez valóban így van-e? Igen, írásban tudja megtenni. Megadott e-mail címre lehet jelentkezni, és akkor elbírás után fogják behívni szóbeli elbeszélgetésre. Igen, látom. A külsős applikáción olvastam, hogy igazából semmilyen specifikusabb kritérium nincs, tehát hogy múltbeli tapasztalat, vagy ilyenek az nincs, ugye? Nem jellemző. Jó. Azt a jelentkezés alapján kifogatom az elbíráló. Értem, szuper. Jó. Jó. És biztos úr, nem szeretnék itt senkire mutogatni, vagy ilyenek, de az előbb találtam 15 koka magot, azt szeretném beszolgáltatni. Az jó, jó, akkor azt átvenném, rendben. Én meg 10 méter színpadon kell szétszedni esőbe, az beteg, az deutálatos dolog. Szuper, és ezt itt találta amúgy? Igen, ott, ahol most a kollégája kijött, pont napot, ott egy táskába. Az szép, az szép. Jó, jó, akkor azt köszönöm. Köszönöm, biztos urak, további jó szolgálatot, viszont az. Köszönjük, viszlát. Köszönjük, srágát, drogáldásra csak felült kellett hívnom, itt vagyok PM-mérkőt. Lehet-e most fegyverengedélyt csinálni? Megkérdezem a kollégákat, jó? Ezt pillanat csak köszönöm ér. Szépen. Kettőjüknek kellene? Vagy csak fentre egy? Vagy lentre csak érkeznek nekem. A sheriff kollégák. Csak önnek? Lent igen, vagyunk, csak balesetünk lett. Jó. Kolléga kiesett a kocsiból. Szerintem nem valószínű. Tényleg, akkor érkedem fentre. Hány óra körülkező? Kollégák, van olyan, aki esetleg fegyverengedélyt tud intézni? Két úr érdeklődik a portám. Ritka az olyan. Most. Jelenleg köszönöm. Fent itt egy motor, illetve egy személy. Jelenleg nincs olyan kolléga. Rendben, köszönöm azért. Jó, egy ilyen pár nap múlva ismét próbálják meg, jó? Rendben, köszönöm szépen. További szép napot, viszlát. Viszlát. Megyünk-e járőrözni? Persze. Ó, azt miatt nem ismerek meg senkit. Én se. Mike vagyok, Mike Miller. Nem tudom, én pedig Cooper. Cooper. Fogalmam nincs, milyen okban van az úr? Főbörcs. Hát akkor a legjobb emberhez csatlakozom. Fent igazoltuk egy szemét. Vettem meg a sört, az iszogatom, alkoholmentes sört, az jó. Egészséget, kollégák. Erőt egészséget. Esetleg valamelyik kolléga nem... Nem itt el plusz egy Sigan PX-et, mert sajnos a... Nincs, jelenleg. Nincs sajnos, úgyhogy egyelőre be kell érni a szolgálati pisztolyja. Annyit kaptam én is rádió. Nincs. Ja. Majd jelezzük. Tudnak róla, úgyhogy van itt ezek. Minden rendben? Ja. Szuper. Csatlakozhatok én is? Persze. Köszönöm. 0-6-os egység a kezdőjár 5, 3 fővel. A végül, benzinkút az most állt be egy fekete Raptor, nem tudom, hogy ez ott volt-e korábban. Próbálják megigazoltatni szerintem. Még ellátás folyik, nem tudunk oda menni jelenleg, sajnos. Úgyhogy, még is ott jár, még...
kollégám, amúgy maguknak is már csipog a rádió? Nem. Nem. Az jó. Nekem valamiért csipog. Másfajta. Jó, látom Blacktek itt vagy a Twitch-en. Annyi, hogy DC-longot rátettem, nem volt rajtad. Nem az esti órákban. Szintéztem, jó? Kérdezném. Ja. Én most érkeztem, én egy portás voltam egész idáig. Ja, akkor ha állunk közül senki sem volt. Nem vagyok. Szaliba. Nem. Sőt, V4-ben most vagyok először. 11-90 is. Folytatjuk a járőrszolgálatot. Ja, az mondjuk jó. Nem tudom, én V4 első napján belenéztem a raktárba. Keveseltem már valami 15 szigantéig szólt. Igen, most egy se. Hát most más. Nem tudom, annyi hogy... Mindenkinek a személyes tárolóba tette. Hát azt nagyon pedig rosszul teszik, az... mert... Ja, azt nem kéne. Ez az a probléma, hogy... igazoltatással... Blacktek, előfizető lettél. Köszönjük szépen, te egy állat vagy. Nagyon szépen köszönjük. Igen, basszus kucs, köszönjük. Nem látom már. És a nem. Négy üldözőben lett egy szuprács városban között se autópálya. Köszönöm, hogy szeretnék kérni. Szia Vortex, hello, de jártál te is. 02-vel visszatérek, Aladárnak sürgősen el kellett távoznia, itt lefeküdt egy bokorba, visszatérek a kapitányságra egy 10 szennyét után. 10 kamion volt, egy percünk volt és... Várjunk, az igen. Azt a... Nem tudom, mit volt ez. Na. Valamelyik kolléga mondani akart valamit, nem? Én nem, én figyelek. Azt mondom, hogy nekiálltunk este fél kilenckor maraprókat csinálni bográsban. Ér, kész, de eddig elfogyott a viszkiálunk, sör. Az igen. Az komoly vagy. Betettem a normális raktárba a Szigen PX-et. Még így egy 4 órával ezelőtt. Akkor is szoliba voltam, de most már hát, ja. És 4 órája még volt 15? Hát nem, de volt 4 darab. Nem tudod, 4 darab. Ezzel ugye az a baj, hogy az a 15 ember beteszi a saját szekrényébe, és akkor a többiek nézegetik a saját pisztolyukat. Igen. Pontosan. Ja, mert ha visszateszik a sima raktárba, akkor leadják a szolit, és ha följön egy másik kolléga, akkor az ki tudja venni. Egyiküknél sincs szig? Nincs. Sajnos az jó. Hát akkor nem tudjuk, hogy mi történt a napokban, még ha meg is támadnak, még meg sem tudjuk védeni magunkat. Hát, de legalább ha autós üldözés van, akkor ugyanolyan előnnyel indulunk, mint a többi kolléga, mert Szigen PX-en nem lehet kocsiba lőni. Tehát, viszont puszta kézzel döntek bárkit a földhöz. Ennyi. Egyébként itt felugrassunk. Szóval... Itt... 3 sziggel könnyebb a kocsi. Azt néztem hajnalban. Egyet vagy azért megint akkor 3-ra mondom, mi van ezt a sem tudják megállítani. Jaj, amúgy én megvártam és minden elszállt nálam. Jönne meg a fülemre, nem jön értesítés, srácok. Nincs arcsere, de nincsen más. Sajnos. Milyen rútercsere volt és valamelyik portot nem akarom nyitni, majd megnézem. Egy darab, mert egyik használatban van. Az összes expo használatban van. Mind a kettő. Kamera is. Kolléga... Őrmester? Főtörzs. 02-es végzett a 17-es tér a kapitányságra. Van olyan esély, aki egy 15 percig még szolgálatban marad, aki fel tudna venni esetleg? 0-6-os egység 3 fővel vagyunk. És egység 4 fővel vagyunk. Van esetleg 2 fős egység? Én nem tudom, de én az előbb is kérdeztem rádió, hogy hol tud még csatlakozni, és néma csend volt rádió. A 4 fős egység vissza tudna esetleg térni? Igen. Meg is kérdeztem, talán nem tudom. 0-6-os, akkor visszatér a kapitányságra. Akkor összeszedjük. 10-10. Vagy inkább 2 felé oszlunk már, hogyha... Basszus Blacktek, köszi szépen, te egy állat vagy. Köszönjük a 100 csírt. Mi az Isten történik most, srácok?
Erre kell visszajönnöm. 25-ös egység, aki az építkező telepen van, merre van, ja? Köszönjük szépen még egyszer. Black, te kicsi, te ki vagy amúgy? Tudti valamelyik kolléga vagy valamelyik zsivány? Szállj akkor. Haló? Nem kell, nem kell. Jaj, tisztelet. Csücs be. Szóljunk két fele? Hát menjünk négy fővel. Négy fővel? Igen, mert hát, amúgy... Részemre mehetünk. Elkapunk. 25-ös visszatér, akkor hogy... Hívunk beszállítót. Ez így működik. Másik is 10 percig maradok. Ájszek, bassz meg. Köszi Ájszek. Majd hívjuk a másik négy főt. Maradsz Blacktek. Köszönjük szépen. Másrészt nekünk csak szolgálati kis pisztolyunk van. Igen, tehát ez el lehet mondani többször. No. Leo. Van. Nálam van. Nagy kali van. Szig. Aha. Majd ideadod, mielőtt leadod? Jaja, amúgy én nem tudom, többször el lett mondva, hogy aki alapból nem javasult, tehát mit tudom én, vörösbe meg sárgába, hogy az például csak V4 alatt, azt tegye le a tárolóban, hát, a saját tárolóban, mert alig vagyunk szolgálat, Bereszpidi részéről most, és mégis egy csomó tárolóban. Mert most nálam ugye én azt szoktam tartani mindig, mert ugye vörösbe is nálam lett, meg sárgába. Tehát én azért tartom ott. Viszont aki nem jogosult rá csak V4-be, hogy az vezérezeres úr is elmondta, hogy ne tartsa a saját tárlóba, míg leadja a szolgálatot. Blacktech basszus, hogy állat, miatt, hogy már a... Tényleg vihar miatt sírnél. Leadja, utána meg visszajön. Köszönjük szépen. Van még valaki a PD-n? Már nem tudok. Most erre mit le... Mikor is mit lenném? Most átváltott az előfizetési célunk? Nem baj, nem probléma. Valaki szeretne vezetni? Vezethetek végül is. Kollégák, vétel, miért nem válaszolunk rádió? 06-os egység kint van, járőrszolgálatot végez. Jack, Roger, valamint további két kolléga, Rester és Cameron, itt vagyunk a celláknál, jelenleg másodjét intézünk másodjára. Meg van olyan egység, ahova csatlakozhatok. Van kolléga. Visszamenjünk. Lefoglaljuk ezt, és akkor visszamegyünk, nem? És akkor le is adom szerint. Jó. RSPD 06 code, egy utána visszatérünk a PD-re. Tizné. Akkor Sheriff kolléga, akkor jöjjön át ide a PD-re szerintem, és akkor hogyha a Jackék végeznek a kihallgatóba, akkor majd hozzájuk csatlakozik. Köszönjük az előfizetésed is. Tizné. Te Miller, hányan vagytok? Négy fő. Én is lennék itt, és akkor nem is nagyon hamar kiégek mostanság. El vagy fáradó, Pajti. Biztos, hogy ez... 362-te folytatja a járert. Ki kell kapcsolni teljesen. Tudatos hát, egység megalakult. Négy fővel megkezdte a járőrszolgálatot. 200-an felmennek a szervre, nem is találkozom ezen amúgy. A 31-es Taurus kollégáit keresem, Véte. Melyik kollega használta a 31-es Taurust, Véte? Uram, lehet, hogy mi használtuk, Joe. Nyugta magam, most hol van? A 25-ösbe. Jó, rendben, viszont akkor legközelebb, hogyha váltanak egységre, akkor viszont nagyon kevés lerakni a gépjárművet, jó garázsba. Ez a kollégáj, kérem, elnézést tudom, simán szuper. Leo, menjünk. Nyugta semmi Leo gond. Kolléga. 354 megindult PD-re. 06 végzett a kód, egyel visszatér a PD-re. Pedig 26 megkezdi három fővel a köztereti járőrszolgálatot, Véte.
Tudnám, hogy ott mi van amúgy, hogy ott mindig, illetve itt szokott mind megakadni a helyzet. És 354-1195 egy favágót börtönni. Leutó mi fel voltál kint előbb? Tessék, én kameróval. Igen? Aha. Ki ne vigyek egyet. Hát ugye V4-ben lejjebb megy egyet aztán. Azért ki ne vigyek egyet. Jaja. Úgy jó, hogy kaladárnak le kell pihenni. Ja úgy? Na, akkor odaadom. Ja jó. Kiszállok. Majd akkor tudnád rakni, hogyha a közben, hogyha... Négyen voltunk? Vagy. Négyen. Jaj. Akkor elhagytunk valakit. Tessék! Mike, van rajta sapka, vagy nincs? Sapka. Vagy mi az? Sisak? Vagy csak mat van? Jó. Akkor várj. Lerakom a földre. Nem. Akkor kollégát mi megnézzük, hogy hova tűnt. Visszaink ugyanaz az útvonalon. Leadja a szolgáltatói munkát, a kitartást. Pihenést. Jó pihenést. Most kénytel vagyok visszajön az útvonalon, hogy a kolléga merre van. Tudod csatlakodni egy egységhez? Merre van kolléga? PD-n? PD-n, persze. 10406-tal visszatérünk, nem sokára. Hát úgy vagyok vele, hogy majd rádiózik a kolléga, hogyha vissza. 11.95 vége, folytatjuk a járőrt. Vége. Indul a PD-re. Ú, mi az Isten akkor van? Álljunk be. 06 visszatért a PD-re. Viszont szokatlanul rosszul látok ma. Mi lenne, hogyha... vagy ne négyen legyünk, elmegyek valakivel a kamaróval. Hányan... most hárman vagyunk. Csak van egy negyedikünk. Na igen, most... Hát rádió csak van nála, remélem. Jó, én megvárom akkor a kollégát. Hogyha jelentkezik. Mert akkor a kolléga el tud vele menni. Most hol? Nekem mindegy. Nem nézzük. Maguk milyen rendfokozatban vannak? Szolgált parancsnok. Tisztegy. Akkor maga viheti. Chargert V4-be. Ja, igen, tudom. Akkor vezessek én. Tudnak ezzel menni. Ja. Meg kell találnom a kollégát. Vagy találniuk. Jó, visszamegyünk aztán. Vagy várjanak, neki... várjanak, amíg nem jelentkezik. Jó, jó, akkor addig itt várunk. Majd nem... Mi fog jelentkezni? Most előtt meg Johanánál és... 3 darab pedig legyen is. Hamza visszatért a rádióra. Jó, hogy itt van. Igazából ide a főpublikába elkezdte hallgatni. Ja. Na, szuper, ezek szerint itt vagyok. Hamza jön velem. Legyen kedves ismét, és mondani kollégok. Természetesen jön. Itt vagyok, jó. 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 Így van. Találkoztunk már, ugye? Persze. Nem akarok rosszat mondani. Igen. Te vagy a... Josh Ryan? Nem, Sparrow Cooper. Tényleg, bassza meg. Nem, nem érdekes, ma az úgy se látszom. Nullatos szintén megkezdi, két fővel. 354 PD, esetleg csatlakozhatok.
Megyünk vissza érte. Jó. Pozitív 06-os egység visszatér a harmadik főjel. Nem értem, hogy... 11.95-tel ismét 11.95, 100 méterre odébb egyes bank. Én azt nem értem, hogy... A szari nem lehet rádiózni, ugye... Sheriff? Sheriff volt az úr, aki lejött. Már lent van még garázsban. Ja. Most jön szerintem. Szuper. Ide tud csatlakozni. Tiszteltem. Tiszteltem. Nulatos egy. Nulatos egy. Autópályán a Lux Market nem messze egy baleset. Hogy hívják kolléga? Billy Baker vagyok. Tiszteltem. Tisztelt. Nulatos egység megkezdte a járőt három fővel. Szanaszi... Az váltó volt. SPD 06-15-95-1. Legjobb. Fehér színű gépjármű az egyes bomb mellett. Mondjuk pont önöket kerestem. Tiszteltem, szép jó napot. Hát ennél gyorsabb nem is találtad volna meg minket. Szóval szeretnék kérni, üdvözlöm, nevem Sparrow Cooper 3251-es elvészámmal. Szeretnék kérni, hogy öntön egy jogosítványt. Várjon már, annyi minden van itt nálam az. És ha megütöm, bocsánat, néha ilyen nézék is vannak rengeseim. Ezt előre jelzem. Jó, nem ütöttem meg. Noah Sanchez vagyok, és 2000. szeptember 28-án születtem. Jó, rendben. Egy fél perc is megnézem az adatbázisba. Rendben. Három, 62, 10, 17. Hunter. Ó, de jó neve van. Addig írhatok egy barátomnak, hogy kések, mert... Már alapban... Nem igazán. Nem igazán kellene. De jó. Nem találok erről semmi egyebet az adatbázisban, akkor ezek szerint nem volt az úr előállítva, ugye? Nem. Jó, szuper. V4-ből fokozottan tekintettel át fogjuk nézni a ruházatát, illetve a gépjárművét. Megállításunk oka az pedig a szabálytalan közlekedés. Legyen szíves feltenni a kezét. Egyik kolléga biztosít, én pedig átnézem az urat. Alulról haladok felfel, átnézem a jobb cipőjét, átnézem a balc és haladok jobb lábszára, bal lábszára, haladok jobb zsebét, nézem bal zsebét. Áttapogatom óvatosan pólója alatt is haladok felfele. Van önnél némi étel, ital, van önnél egy pillangókés. Ez legális, tudtam ma. Illetve van önnél egy kés is. Ja, igen, van. Kés. Hány centiméter? 4 centi, ha jól tudom, 4,5, a kettő között valamelyik. Jó, rendben. Mérjük le, kollega. Mindenképpen úgy elbeszél öntől. Máv és drogeladási asztásnál találtunk egy úriembert. Igazoltatjuk itt az Adam Shop környékén. Már is hozom a késedig, megvizsgálom. Jó, egy fél pillanatot kérek. 10-4. Van szükség segítségre? Negatív. Nyugtam. Én így van, uram. Biztonság érdekében egyébként egy csak egy fegyvert, mert a másik csókoló. Hát milyen igaz? Kijavítom. Tudom az életemet is. Rendben, visszaadom az úrnak a kést. Köszönöm. Kérdezem már meg, uram. V4-ben tényleg így kettő sokkoló perlő fegyvert tartathatnak rám? Vagy csak úgy? Miközben normális igazoltatás? Hát az a csak úgy, az V4-es fokozat, az csak úgy. Hát én ezt értem, de egy normális állampolgár, aki nem volt előállítva, semmilyen büntetett előélete. Tehát... Biztonsági intézkedés.
Jó, uram, kötekedni van kedve. Próbálja meg feldolgozni. Nincs kedvem akkor, kötekedni, uram. Szerintem ezt hagyjuk, jó? Nincs kedvem kötekedni, én csak rákérdeztem. Közben a megfelelő büntetést kiszabom önnek. Záróvonal átlépés. A többi, se nem volt. Mindegy. Egy záróvonal átlépés. Gyorshajtás az még plánó, hogy nem volt, mert nem volt időnk felgyorsulni. Tényleg? Jó, akkor még egy ilyen aztán. Mehetik egy gyorshajtás is, persze. És kiszámlászom a sebesség túlépést is. Rendben. Az hát, még egyéb kérdésem? Igen, igen, ellenőriztem az adatokat is. Volt minden ez jogosítványa. Gépjármű akkor ugye tiszta? Igen. Jó, szuper, akkor 3, köszönjük. 362-11-95 a legközelebb óvatosabban a vezetést. 4-es volt. Viszlát. Kollégek, recseg, ropog a fülem, vissza tudunk térni. Persze. PD. Persze, persze. Sürgősen le kell adjam. 0-os. Én nem csinálom. 0-os egység végzett a 11-95, és visszatérünk a kapitányságra. Köszönöm. Elnézést még egyszer. Jó szolgálatot, kolléga. Minden jó, semmi probléma. Köszönöm. 0-os egység folytatja járőt két fővel. Igen, szeretnék kötözködni. Gyalájtott személyre itt a drogeladásnál. Nagy mennyiségű vescigarettát találtunk nála. No, azokat vizsgálják be, hogyha pozitív lesz, akkor mehet a drogbirtoklás, illetve... Igen. Más is volt nála? Na itt mi lehet benn? Hát lehet, hogy a műzlet köttetik majd hamarosan. Szolnat előállított személy a visszatér kapitányság. És ez direkt követ mink? Az gyönyörűen bement, átlépett mindent is. Hát, jó modell. Folytja tovább a járőrszolgálatot. Nagy dolog lett véget. Bazd meg, az baj. Rádiózz a kolléga, vagy rádiózom? Jó, van. Alaszpédi 06-15 a Lux mellett egy zöld motort. Addig kiszállhat közben. Oké, rendben. Tiszteletem, uram. Tiszteletem, jó napot kívánok. Jöjjön ide, járdál legyen kedves. Jön a járjár, uram. Rendben. Szeretnék önt egy jogosítványt kérni. Az a helyzet, hogy elvesztettem minden dolgot cuccomat tehát. Jó, rendben, egy fél pillanatra előveszem a tabletemet. Ez problémás, uram. Elég. Jó, megkérem, helyezze ide a zulenyomot olvasóra az új begyét. Rendben. Volt arra, az van a jogosítványa, tud-e róla valamit? Hát ma szerettem volna letenni, csak ugye elmegyte a Goonie Driving School-ba. Hát ez cumi-cumi. Ez probléma. Sőt, semmilyen gépjárműre nincs a jogosítványomra. Semmilyen gépjárműre. Ugye hát ugye itt kell ugye még letenni ilyen oktatás, meg ezeket, tehát ugye még kell ember is. És akkor mi se torozik addig? Na mindegy, hagyjuk ezt is, ezt majd intézzük. Szeretnék kérni öntre egy nevet. David Bakar. Születi... Jó, a születési dátum. 354 visszatért Billy Bakerre. Most vettem ki a foglalatokból, fantom. Jó pihenést. Jó pihenést, Billy. Jó pihenést. Volt előadás, vagy? Nem, de hogy. Jó, nem tudok semmit. Kint várunk.
Szúróvágó eszköz van az úrnál? Az van. Van önnél? Nincs. Jó. Már is hát, uram, mondom, most jöttem. Lefoglalja a gépjárművet. Pillanatot, jó, még lefoglalom. Csak nyugodtan, nyugodtan. Addig leteti a kezét, mindjárt végezz és biztosítod a kolléga, jó? Át fogjuk nézni a ruházatát. V4 fokozatra való tekintettel. Abba. Hát a szíva volt. Jogosítvány nélkül. Basszus, hátszok, ez kemény. Merre tartott most éppen? Tessék. Merre vette az utat? Ételér. Szuper, át fogom nézni az urat. Haladok a jobb cipőjétől. Átnézem a balt, haladok felfele. 23 fűvel kezdte a járőrt. Átnézem a jobb zsebét. Jól belenyúlok. Átnézem a bal zsebét is. Mélyen átkutatom. 14 kihallgatást meg tudják oldani, vagy segítsünk? 14, meg tudjuk. Nyugta. Nézem tovább, feljebb is egy kicsit. Szuper. Erről egészségben én felvett a szóval. BMX válsz. Szóval találok önnél ételt, italt, egy rádiót, illetve egy mobiltelefont. Rendszám, ez mi a rendszám az úrnál? Hogy vesztessük. Van 3 füsettség. Ez a rendszám önnél, ez mi cél szóval? Vegye el, aztán gyors megnézzük a rendszárba, hogy van-e ilyen rendszám. 362, 3 fővel pozitív. Más egyéb az úrnál nincs. 26-os 3 fővel egy kis türelmet szeretnénk kérni, jelenleg balesetben vettünk részt. Közben nézem a rendszert. Menjünk, Jack, Péter. Negatív egy taktus intézzük. Kell uram, kaja. 4. A sőt. Az? Miért indult ételér? Ételér, így van. Hát az hihetetlen. De szerintem van nál, nem tudom, csak... Ah, van még egy darab, csak még azért kellett. Uram, olyan rosszul már az étel. Ah, köszönöm szépen. Ah, nagyon rendes. Jó, merre az úr jöhet be, Reszler. Hozzad be. Erőstést szeretnénk kérni a helyszínre, PD melletti híd. Másik oldal, PD-től másik oldal. Egy kollégát megtámadtak. 62 óta. 27-ös reagál. Melyik oldal a PD-nek? Jobban? Másik oldalon, másik oldalon, benzinkút. Oké, rendben. Lefoglaltam, visszalát, uram. Visszalátás. Visszalát. Figyeltél? Igen. Figyeltem közben. Kell menni PD mellé, PD, hova? PD mellette híd. Követjük akkor a kollégákat. Itt vannak valószínű. Nullat megérkezett. Kedves uram! Mi a fasz képzel magáról? Hadd kérdezzem meg. Véletlen volt. Véletlen ütött hármat rá a kollégámra, jó? Megbirincsen magát. Egyet ütöttem csak. Jó, kedves, nem érdekel, jön be reggeltik a kapitányságra. Nem szóra. Ez komoly. Bla reflexem. PD Bla reflex mindig beindul. Jó. Hát nézd meg jobb és bal zsebét, nem megy sehova. Nincs állok semmit. Ne! Azt a rova. Létel a benzinkúttól merre fele, Jack? Benzinkút előtt vállásra. Megvagyunk már elegen, tudom, hogy 5 egység, úgyhogy nem kérdünk. 14. Így van, többi egységnek köszönöm szépen az erősítést. Nyugodtan mehetnek tovább a köztelt járás szolgálat. Jó, besegítem az olyat a gépjelön, és nem semmi tényleg.
most uraim nem tettek arra, hogy izé, beindult a Blaha reflexzel. Ne sírom már, doboljon már. Beindult a Blaha. Jó napot! Csak vagy kihallgassuk. Majd... 06-os egység visszatér a kapitányságra egy elkövetővel. Srácok, mennyien vagyunk. Ez tök jó látni YouTube-on. Twitch-on is szépen. Ezt tudja uram rendőröket verni, rosszul állok. De véletlen volt. Háromszor. Az... De nem, egyszer. Basszus, Blettek, köszönjük volt, szépen még egyszer. Azt a kurva, mert 300 csirnél azt egy állat vagy elszerre. Bánhatja. Szeretős, kódegy egy Mercedes eljutatott a építőmunkás. Blaha reflex, ez de, az olyan. Publika szomba. Az olyan, hogy így egyszer így ilyen hátra. Mondom, nem érdekel egyébként. Dír. Ja, úristen, ott egy bácsi. Hát az ami... Csak betettük a 4-es cellába. Ne! Miért? Testvéremet is rakják, ide kérem. Most mi a baj? Mi történik mögöttünk? Hát itt ez egy érdekes dolog. Volna tudni. A kollégák az ötös cellában lévő úrról tudunk valamit? Okay. Így van, tudunk, ha minden igaz. Jó napot. Nem. Köszönöm, 3 percig nem elérhető rádió. Ja, jó, mert ezt értem, hogy fekszik valószínű. Szuper. Hányos cellavétel? Ötös. Ötös. Meddig leszek itt? Most egységviszont egy elkövetővel kapitányságra. Szerintem nem akarja, ki. Nem akarja ugye súlyosbítani a helyzetét, ugye? 62-10-17 után a... Hát de most véletlen volt, nem? Oda nyugodtan, vagy... Van még több kérdés, uram? Ugye? Igen. Oda ülj le arra kis ágyikor és pihenjen meg, jó? Rendben. Következő figyelmeztetésnél sokkal fogok használni. Na, uram. Igen. Fog kapni egy bűncs, álljon föl. Megbírítsa. Tiszteltem. 362-10-17 vége visszatér. Biciklivel érkeztem. Már is szolgáltam. Vagy öntőt is pofaját befogta. A cellánkba egy úr elveszette eszméletét, viszont megnéztem a pulzusát, van pulzusát. Mi van itt, srácok? Szeretnék egy mentős egységet. Ha ez látszik. Előtt egészséget. Üdv. Kérdezik a mentősök, elcsúszott a padló, jó? Hát úgy láttuk mi is. Voltam már benne. Rendben, akkor egy kollega megy, aztán beengedi parkolóba. Köszönöm, hogy elcsúszottam. Megyek érte, jó? SPD 01 V1995-tel folytatja tovább a járőszolgálatot. Szerintes végzett a kód 1-je, visszatér a PD-re. Na, tiszteletem. Na, akkor mutatom, merre van az jó modell. Üdv mentős kollégák, az óra elcsinált a padlóra, azt mondta be a fejére. Értem. Válaszoljuk be egy a szolgálatot, kitartás mindenkinek. Jó pihenést. Különös pihenést. Ötös folytatja járőt már a főbe. Fél George Gárgya szolgáltat, jó munkát. Jó, maga fizeti a díját, csak mondom. Hát a miért? Pompsevesítettek meg a miért. Jó. Maga jött belénk, azért álljon már meg a menet. Ki
kicsúsztam. Másik illetőnek is lesz majd egy mentős ellátásra való igény. Jó. Vétek, kollégák, van valaki, aki tud foglalkozni fegyverengedélyre? Mi történt, hogy itt a vér is folyik? Elesett. Elcsúszott. Negatív. Basszus, srácok, ez tök jó, hogy ennyi alig vagytok már. Győrűk vagy Blackjack. Jó. 400 csír, köszönjük szépen. Sok foló, meg az a sok... Az a sok ütés, az nem ért semmit, úgy látom. Köszönjük még egyszer, Blackjack, egy állat vagy. Láttam, most is dumál, miközben le van sokkolva. De következő tudtam, a mentős fogja felszedni a földről. Miért veszem azt észre, hogy az április 1 óta több a hülye? Hát... Ő előtte is valószínűleg egy hasonló mentalitással élte hétköznapjait. Nem csak elsőjén. Akkor csak ilyen szerencsés vagyok, hogy ma ilyeneket fogunk ki. Ez nekem még a vén is segít. Oda, a testvérem mellé. S komolyan maga lehúgyozza az ágyat. A WC-be akartam, csak nem bírom abba hagyni. Lehet, hogy sokkolni? Nem tudom abba hagyni. Úristen! Tegye már fel a kezét, mert lesokkolom. Nem tudom feltenni, nem tudom feltenni. Ne forduljon ide, jó? Jó. Most veszem elő. Most ez komoly. Srácok, fúj! Na, megérte körbe ugyan a cellát. És abba fetrenk. Szép napot, uram. Jó napot kívánok. Kettős látás hány inger? Nincs, uram, nincs. Rendben, akkor egy nevet szeretnék kérni az úton. Ice Speed. Rendben, tárgyatom, hogy jönnek egy számát. Fú, ez nem a rendőrség állja, hát. Nem kaptam enni meg. Na sokkolásra nem tudom, milyen gyorsan bír felállni. Na, üljön le! Viszlát. Meg mer mozdulni a következőt arcba adom. A taxis is elő kérdőt. Igen, igen. Ja, hogy akkor van még egy. Ja, hogy taxis. Megyek biztosítani. Mennyi? Mi a problémája? Oda, hogy menjek be! Ne! Jó, kedves uram, fog kapni, azt mondja, hogy... Köszönöm fölnek. Először is egy 80 perc, arra meg rá fog jönni a 60 perc, 60 hónap kötésre. Uram. De veszem meg erről a bilincset. Nem áll. Ez milyen sok. Na, itt nem bírok ki. Szar lehet magának, jó? Egy kis türelme. Aj, te. Hé, nem feszül, nem feszül. Nem kéne. Köszi, kollega. Azt mondja, aj, te. Istenem. Ja, persze, segít. Hát, gyors végzünk egy fejszámolást, és akkor gyors kiderítjük, hogy mennyit fog kapni az úriember. Brum, brum, brum. Brum, 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 adasz. Jó, uram. A végleges itt 130-as ez lesz, jó? Ne. Mivel hivatalos személyenek vett emberési kísérletet is csinálhat, és hogy az plusz 60 hónap, plusz itt fog kapni ugye a 5-esből 70 percet még. Igen, ilyen szíves ember, hello, hello. Egy százasra. Jó pianist, mókuska. Hé! Jó pianist. Ott jó helyen is van, gyerek, kollégok. Kapott egy 130-at, viszlát. De van, gyerekek. Ugorj egyet, ugorj egyet. Jaj, ugorj egyet. Megkérjük kötekedni. Ha nem kötekedett volna, akkor olyan kapott volna, hogy meg is türelmet kérünk, jó? Még 10 percre.
Én nem bírom az ilyeneket, de tényleg. Egy fél pillanatot kérni. Sziasztok! Hello, hello. Na srácok, bocsi, csak volt egy admin ügy közben. Jó kollégák, vétel, csak ismét a rádión. Milyen gépjelenek vannak a helyszínen, vétel? 3 darab gyorsasági motor, valamint egy chopper. Csak motorok vannak a helyszínen. Nyugta. Vétel kollega, mennyi lőtt szeptot?
és Bell és a Blüsszernek alapból maguknak kéne lenni kollégek. Bell és a Blüsszernek alapból alapból, csak rákérdeztem, hogy pontosan mennyit fog. De akkor is, hogyha ez a... És visszatér Pédére. Jó, üljön be a kocsiba. Három ember. És induljon ki a rablás helyszínére. Szeretem rá, hogy az összes szolgálatba lépett. Vezethetem én ezt már én tiszkedem. Mennyi. Tiszteletre jelenleg bankrablásra folyamatban szeretnénk kérni páncélos engedélyvétel. Milyen indokkal? Ott fönt palett, vagy milyen szendibe. Jelölöm. Mire föl? Köszönöm. Csak valaki akkor vegye ki. 04-es egységgel indult 3 kör a helyszínre. V4 van és a... Valaki nem sem nem van a jelölése. Én sem tudom. Jó, de függetlenül vidéken nem a V4-es szabály érvényes. Illetve Sheriff kollégák tartózkodnak itt a rádion? Nem vannak szavazatok. Vidéken kijelölte a Sheriffséget? Hát valahol odajelölte. De tudom fejből amúgy nem kell. Tehát amennyiben szükséges, akkor tudom vinni az akciót, csak azért gondoltam átadni, mert nálunk úgy van, hogy, hogy területi parancsnoktól lehet vinni akciót. Mennyiben szeretnék, akkor szívesen viszem az akciót. Most csak akkor várjunk. Ilyen kollega, tehát maga a legborsabb rendfokozatú mostod? Várjunk félre. Meg kell oldaniuk, tehát már maximum erősítést tudok küldeni. Roger, meg mi nem fogunk beatolni. Vidéken nincs ilyen V4-es fokozat, tehát maximum erősítés fogunk küzdeni. Valaki kérdezze meg, hogy a RAM-mal visszatérjünk-e majd. Én rákérdeztem a vezérőszedes úrtól, és kaptam, hogy ha rám bízák az akciót, akkor mehet. Krasz Lujbor Rádium. Tudomásra vettük, hogy a RAM-mal kikújtam, hogy jöjjenek vissza a kollégák. 10-4 megyünk. Azt lehetem kérni ismét, hogy milyen gépjárművek vannak a helyszínen. 3 darab gyorsasági motor, valamint egy chopper. 14, akkor fogok kérni 6 darab gyorsasági motort, illetve 2 darab chopper motort. Mi a Sheriff részről fogunk vinni 5 darab gyorsasági motort, illetve fogunk vinni egy beszállító egységet a PD-től, pedig szeretnék kérni akkor 1 darab gyorsaságit és 2 darab choppert. Ez jós út. Intézi az engedélyt, hogy írjak. Nézem. 14, köszönöm. Csisod vissza. Mennünk kell még rablásra, kiderül, azért nem mentem még egy. Az mellény nem igazán stimmel. Micsoda? Veletek voltam? Ez mellé nem igazán stimmel. Vedd le és vedd vissza. Ja. Aha, értem. Golyóállóbb ez a barkunk mellett a szekrényből. Külső parkoló, itt várlak. Nektek köszi szépen. Baszki a 200 újabb csírt. Egy állat vagy baszki. Hol van? Köszönjük szépen. Majdnem odaigett az autóros. Várom, mindjárt kellünk-e, ha nem, akkor menjünk De szerintem az is a szabály, hogy a nagy kalibert azt vissza kell rakni a raktárba. Azóta már adták le, és azóta se került vissza. Na mindegy, majd lesz valamikor. Még egyszer se fogtam a kezembe. Amúgy nem ér lófos se. Hát biztos, hogy hát amúgy short range-re én már lőttem vele szépeket. Ja, szóval azt kezdtem el, amikor indultunk, hogy itt van velünk szembe ez a magas épület. Igen. Oda fölmentünk,
Martinezt azt lelökték onnan, leesett a létrára. Mentem föl, meg két személy felmenekült, a bazd meg nekem ugrott, le akart lökni. Fogtam, lelőttem, a másik az meg mondjad már, leugrott be az épületről, már beszélni se tudok. Ha mondom, jó. Igazából... Zsákból most 23 tudok lenni, vagy egy kicsit tovább. Jó, jó, nem érdekes, köszönjük szépen. Na, ha leteszem a kezem, akkor mehettek. Verseny a kapuig. Hát de... Mi nem tudunk a kapuig menni, csak a hát kerítésig. Kipiteljük egyből, behúzzuk balra. Jobb az indulásuk, mint a Camaro-nak, úgyhogy. Ha mindjárt ünnedes, csak nekünk csak pár métert kell megtenni. Ja, hogy neki is, ja. Végül részünkről amúgy bent valaki a rablásra, vagy mi a helyzet? Semmi, a rammal visszajöttünk. Mert velek kimondnak rendőrök. Szia Milan, hello, hello, hello. Ja igen, egy egységünk. Akkor káosztom, én nem hallottam. Rádiózni senki nem tud, válaszolni senki nem tud. Nem baj, most felettes vagy rétész. Tehát egy ország kellett, meg egy valami, nem tudom. Holnap megjön a kisfalusi munka. Jó az. Hogy neki ment a falnak amúgy. De múltkor nem láttad, Hernándezzel mentünk ketten, azt az interfuter ATM-et rabolt, azt elmenekült. Azt izé, poénból kilőttem a kerekét, hadd szenvedjen. Minden rendben van. Kicsit megfáztam, de amúgy minden rendben. Hernández azóta nem lett elintézve egyébként a személy. A potó a Griffin levetése. Köszönjük a szív. Geletin ugye próbált trükközni, amely szembesávban kicsúszott. Azt amikor oda mentünk, egyből becsomagolta magát az ülés alá. Jaj, ez hatalmas sokan. Többi motoros egység is elindulhat. Azt tudja, hogy jól van. Kivegyük most. 10, 4, 3, 3, 9, 4, 4, 4, 5, 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 én nem viszek motort. Hallgattam, mondjuk, kollega. Akkor ha minden igaz, kellene még kettő darab chopper az önök részére. Én el vagyok most itt. Kettő darab chopper. Szuper. Motorozzon majd a faszom. A bár chopper azt mondom, hogy szolgálatban, de néhet itt vagy, nem? Nem szeretném. Tessék. Jó, akkor egy chopperrel, már is indult az helyszínre, illetve még van valaki, aki elesem úttag? Pozitív, Peter. Véter, kettő chopper és egy gyorsaság. Úgy, úgy, úgy. Ma három motor tér a PD-re. Á, jó, majd Mike viszi. A három motor kell, Sheriff kollega? Ez egy csak kettő chopper és egy gyorsaság. Ha vagyunk hárman, az a baj. Ja, hárman vagytok, nem látok be. Két kollega. Hát fia, akik itt maradtok, majd csináljátok egy hármasat. Jó, rendben. És gondolok, hogy jön vissza az őrse, kapnak engedélyt, és akkor menjenek segíteni a Sheriff kollégáknak. Akkor mehetünk is, nem? 10-4-0-1-el visszatérünk. Tudom, de felszettem kincsem, aztán már három komoly pédében szállnak ki a kocsiból. Hát... megy a kért létszáma, megy a megfelelő járművekkel. 0-1-ből viszont csak egy fővel tudok menni. Tudom már itt a pédén. Meg vannak mindannyian? Egy ember még szükséges. Harcsak, nem muszáj, nem motorozok ma. Múltkor tényleg kimotoroztam magam. Litra is ott volt, elhiszem. Illegálnak erre volt szüksége, hogy V4-et bekapcsolja. 3 fővel kezdte járőrt, illetve 1195-1-es bank. 15 indult helyszére. 6-os fővel. Jó, akkor még egy valaki kell, nem? Nem, megvannak. Vannak? Mhm. Nagyon jó. Egy gyorsági, kettő chopper. Így van. Jó. Jó, kollégák, milyen rendfokozatban vannak itt előttem? Tisztegy. Én tisztegy. Én is tisztegy. Én pedig szolgálatban este. És magának hallodon van egy kaliberek, kollega. Csak a másik kollega már felejtette le? Nem, igazából tárolóban már nem volt
nagy kaliber. Jaj, nincs nagy kaliber. Aha, napon, nincs. Nincs. Amit kivernék. Visszaálltam. Ezt megoldjuk egy pillanat. További jó munkát is szolgált kollégátok. Jó pihenést. Már nekem sem lett volna, már nagy kali. Leo adta ide az övét. Pontosan, ugyan, nekem sincs nagy kali. Mi azt beszéltük, hogy akik lerakják a szolgáltatot, sajnos szekrénybe teszik. Nehéz. Elkezdenek rablásokat erre V4. Jaj, hát igen. Sajnos ez az illegál részéről csúszott el ez a hozzáállás. Ezért kellett muszáj volt beaktiválni a V4-et. Közben nézem, hogy szerintem intézik a kalibereket. Hány motoros ment ki eddig? 2? 25, 15, 95, vége. 3. 3-an mentek? Igen. Ez csak benne helyszínen. Akkor nem kell mennem. Tisztelt kollégák, tisztelt adom, megvan egy fejlás között szeretek kérni. Nagyon rossz a rádió, amúgy. Hát jó, akkor kollégák, menjenek járőzni, valaki még jön a helikopterbe, akinek van nagy kaliber. Lövész vagyok, akkor megyek. Akkor jó. Jó, kollégák, akkor menjenek hárman nyugodtan, jó? Jó rendben. Szolgáltparancsnok volt a legnagyobb, jól hallottam? Pozik. Önök között szolgáltparancsnok volt a legnagyobb, ugye? Én vagyok, igen. Jó, a Chargerrel mehetnek nyugodtan, igen. Jó járőt. Köszönjük. Köszönjük. Elkezdjük a új frakció első akció, az passza lesz. Zala adja a szolgálatot, további munkát és szolgálatot további kollégáknak. Nagy kalibert rakja vissza a tárolóba. 14. Sajátjába. Valaki akkor fusson be. Nem is jutott neki. Nekem van? Jutott, igen, nem jutott nekem. De akkor sem. A saját gyakorlat tegye vissza senki. Hát akkor mehetünk. Hogy a saját tárolókat kollégáké megkérlek mindenkit, hogy ne nagyon használják, mert a takarítók előszeretettel dobnak ki onnan mindent, jó? Tehát egyelőre raktárba pakoljuk vissza a dolgokat. Ha minden igaz, akkor a vezérőzetes úr még egyszer kiadta parancsba, hogy saját tárolóban ne tegyünk szigen BX-et. Az meg a másik. 05-ös egység megkezdte a járőrt szolgálatot. Ketten vagyunk? Látom. Hárman, ja, akkor jó. Szíves, mi rádiókat anyagoljuk, rablások. Nem tudom, meddig lesz a V4. Jól tudom, 3 napig lehet. De ez csak egy dolog. Úgyhogy gondolom. Nem tudom, meddig lesz. Lehet, hogy visszamegyünk V3-ba, aztán pár nap után megjük V4. Ezt nem tudjuk előre. Amit kapunk parancsba, annak megfelelően öltözünk és szerelkezünk fel. Lehet a 3. Roger. Tudsz egy rájönöd. Hát, fia, ez majd akkor derül ki. Ez PD 011-95, egy Ford Bronco. Jó estét! Jó estét! A munkások mellett. Jó, kollégák, 10-3-at szeretnék kérni, mert rablás van közben folyamatban, jó? Csak a legfontosabbakat rádiózz. Jó estét, tudom. Jó estét, jó estét. Nem vagyok rendőrzést, egy jelvény szám 32-71, egy jogosítva legyen szíves. Parancsoljon. Jó, egy bemutatkozást szeretnék kérni születési dátummal. Gabriel Jamal Jr. 2004-26. Átlózva csomagta. Túszta
Stációparancsnoknak, a bankban 4 darab egészséges túsz tartózkodik, épségük kiváló engedélyével megkezdeném a tárgyalást. Uram, maga favágó. Volt türelmes. Ah. Itt elmódosítanék, 5 darab túsz tartózkodik a bankban. Egyszer, hangos. Itt a Rambo, Combat PDD. Hát látod, az én kezemben sokkoló van. És kollega, mire várunk? Elvileg a rendszerben nézi meg az adataimat. Ah. Van jogosítvány? Van. Fel is mutatta a kollégának? Igen. Nagyon jó. Akkor addig fáradjon oda a falhoz. Én egy tekintetében rúlt státusgálást fogok végrehajtani. Valamit az úrnak van horgászengedélye? Fentről lefelé elkezdtem áttapogatni a karjait. Haladok szépen lefelé. Lenézek a sepákba, kiforgatom őket, bal sepp, jobb sepp. Haladok szépen lefelé, nézem a nadrág sepeket elől, hátul, kiforgatom azokat is. Nincs körözés alatt tudul. Gépjárműben találtam nagy mennyiségű csalit és horgászpontot is. Az akcióparancsnoknak az elkövetők első kérdés az lenne, hogy a boltból kijöve jobbra, azaz a nyugati irányba, teljes szabad utat szeretnének kérni. Találok iratokat, ételt, italt, telefont, rádiót, melyből hármat adnák előre. Visz pénzt. Szia youtuber, hello. Az úr. Cső. Igazából Mát is. Köszönjük az egyet. Köszönjük. Viszontlátásra. Vétel urak, az úr az nem önszántából ment ki, hanem kikerült, ez nem olyan dolog. Na, publikba benézzük. Hát biztos van valami, bocsánat. Akartok merebeket fogni, mert biztos, hogy vannak. Hát szívesen mindig vannak. Őket. Hát ez... Szép jó napot szálljunk a gépjárművel. Jó napot. Tiszteltem. Nevem, Sparrow, Uber jelvény számom 3251 rendőr tiszt. Egy. Szeretnék öntől egy jogosítványt kérni. Rendben. Én nem ezt szeretnék. Robert Hunter. Gépjármű tiszta. Igen, ez születési év? 97-03-24. Jó, láttam gépjárműre van jogosítványa, szuper. Fokozatra való tekintettel legyen szíves odafáradni a gépjárműhöz feltett kezekkel. Át fogom nézni az urat. Rendben. Alulról hajlok fel, átnézem a jobb cipőjét, átnézem a bal cipőt is, átnézem a nadrágját. Haladok felfele, belenyúlok mélyen a másik zsebébe is. Rátnéztem tiszta. Jó. Nézzük felfele. Találok önnél egy cipőt, némi italt, ételt. Szuper, más egyébet nem. Rendben, tiszta az úr. Adatbázisban nem találtam róla semmit. Jogosítványa volt? Hogy hívják? Igen, volt jogosítványa. Még egyszer az urat lesz, hogy mutatkozik. Robert Hunter. Muszkány
Igen, az akcióparancsnoknak az elkövető halálosan. Ránézek is, hogy tartom. Hát pedig volt már előállítva, kollégák, csak mondom. Akkor rosszul néztem egy pillanatot, kérek is, hogy átnézem. Azt szerintem körözést nincs, csak annyiak nézem azt is. Igen, már látom, mit rontottam el. Igen, akcióparancsnok a túlszárnyalónak. Akcióparancsnok a túlszárnyalónak. Akkor 4 darab túlszért, amiből 3-at előre adnám. Körözés nincs az ura. Dél-nyugat irányba. És 4 teljesíthető. Így van, akkor további szép napot, viszlát. Szuper, köszönjük, viszlát. Viszont, viszlát. Viszlát, az akcióban estetnek, jó teszem, hamarosan érkeznek ki a túlszak. Érdekes helyen jött ki. Az az ajtó nyitható hátul mögöttünk, ami a lépcsőn felvezet. Nem hiszem. Van itt annyi létra. Túlszárnyra az akcióparancsnoknak a 3 darab előre adott túlszállítja az épületet. 14 megkérném akkor a kipatolni a motorokat, hogy álljunk át, illetve a PD-s, illetve a serif motor. Hogy tetszik a PD? Tetszik, tetszik csak. Fogjuk hagyni, a seriffel megfordulunk. Fura rádiózás, ezt kell megszoknom. Hogy vannak helyzetek, mikor nem rádiózunk, amikor kell. Mike Miller újra a rádión. De amúgy tetszik. Amúgy összeszedett a banda, nem is PD részét, ahogyan figyelem. Tető, PD. Ugye azt szoknom kell ezt a körözést is, nem is a körözést, hanem ugye a gyűjtőmappát, hogy itt hogy van a keresés, én annól, amikor ugye csináltam ezt a körözési rendszert, ugye egy saját weboldalt futottam, és oda lehetett belépni, és azon lehetett keresni. És hogyha el is írtad, akkor is hozott találatot ki. A Discordnak vannak ilyen gyermekbetegsége, de amúgy meg teljesen jól tetszik. Összességében. Állap semmi kivetnivalom nincs amúgy. Ügyesek a srácok, komolyan veszik, elően komolyan veszik. Aki nem, az meg úgyis kihullik hamar. Páran kihullottak az állat az volt. Van itt a... az út végén balra az. Ott hát vagy Burger Lane. Itt hátul? Itt balra lesz, itt, itt rögtön, itt a sarkon. Már mióta van ez itt? Hát, itt egyszer voltam rablásos. Hete. Becsetem, majd van. Ja. Túlszárnyal az akcióban estaknak, az utólag az utóz is állítja az épületet, folytatom a tárgyalást. Kérdezd meg! Fasza üres! Az jó. Akkor a Burger. Nem sokkal járnak ide. Igen. Felkapott ez a hely, vagy miért? Ennyire jó a kaja. Túlszárnyal az akcióparancsnoknak. Az elkövetők utolsó. Vagy miatt steak. Látta valami steakban. Az. Kijönjenek felszerelkezek, írunk egy felhívást. Akkor ők is kijönnek. Tápa fele is áll. Erre szagolj, bassz. Sorlantal első kerékhozlásra indulna az üldözés. Kollégák, na szállj! Meg teljesíthető! Várom ki az... Tézed vagy intézem? Intézem én, tisztelt volna, fáradjon fel ide a járdára. Tiszteltem, tiszteltem. Szép alapot. Először is bemutatkoznék, már én helyi szolgált parancsok vagyok, helyőszám a 8-19. Maga tudja, mennyi üzem közlekedni ebben a város? 80-nal? Így van, és maga mennyivel ment? 79-e? Persze. Szeretném hajtani egy jogosítványt. Biztos? Sajnos ez nincsen. Nincsen? Nincsen. Na, ez probléma. Igen.
Megkérem, hogy tegyél az ujját az oldalnyomatolvasóra. Hogy hívják? Smith. Milyen Smith? Teljes nevét, uram. Halló? Jó, vétek, lehet hallani, kollégám? Mondanám a feloszlást. Hát teljesen lehet, lehet. A bal felé lévő kettő motor fog menni a kék gyorsulásra. Én és Roger a két középső gyorsulási pontra lilára. És Bence, illetve a PD-s kollega fog menni a fehérre, illetve a chopper a chopperre. Chopperek a chopperre elnézést. Józsi, uram, de hogy? Uram, itt, bocsánat, itt vagyok, közben. Smith Józsi, na úgy igen. Szia, Spaza. Hogy hívják? Mondtam előbb, Smith. De milyen Smith? Mi a teljes neve? Ne bassza, nem tudja nevét. Halló? Az baj, ha amnéziát kaptam és elfelejtettem. Hát az kurva nagy gond. Nem már is mikor született? Na ha se tudja, akkor beüzem. 94, 6-ról 10-én. Segítsek egy kicsit. Igen. Cs betűvel kezdődik. Smith. Miért vagyunk a Lilán 4-en? Cserek? Cseres. Uram. A rendszer jobban tudja a saját nevét. Igen, sajnos. Új a városba? Igen, egyelőre. Rendben, megkérem, hogy álljon oda a falhoz, aztán forduljon háttal és tegye fel a kezét. Rendben. V4 fokozat van, ezért át kell kutatnom a ruházatát. Smith Józsi, azaz. Találok bármi legalábbis. Hát ez kurva jó. Nem. Szerintem tudja nevét. Rendben, akkor itt elkezdem áttapogatni a karjait. Jártam én is. Már egy srácok, úgyhogy volt rá példa. Kifutítom belőle is, hátul is. Mire van, már mentek kollégák. Balesetezett a kék. Beállítás. Szerintem kapcsolom alá. Smith Józsi. Hát ez kurva jó. Uram, a kollégái vagy a munkatársai marhán csapatják. Megy ez a kis vacak. Igen. Van a kaszinó szövetségével. Én is azért fájdult meg ennyire a lábam. Találok itt némi készpénzt, itt ételt, itt azt ne vegyeltél. De ó. Miért venném el, uram? Hát nem éhes az úr. Ja? Urak. Nem. Viszont uram, forduljon meg, számláznom kell. Van vizuál bármik motor? Aj, a legrosszabb. Fehér, igen. Jó, sőt, tudja, mit nem számlázok, de az autót lefoglalom. Katonaságtól haladni jelenleg keletre, pont felé ebben. Vissza. Szerintem ez azért itt korrekt. Ez korrekt, köszönöm nagyon szépen. Rendben, akkor valamelyik kollega lefoglalja. Hol értél ezen a beszélgetésre? Nincs ez. A vonáltat vonalon város felé, kaszinónál. Itt a tévés plakátnál. 14 érkezem. Tükséges van a motoros vizuált? Ezt addig megkérném a motoros kollégákat, akik a lilán voltak, hogy menjenek erősíteni a kollégáknak. Katonaság déli bejáratánál elfordultunk északnak a hegyi útra. Innen már kettelek... Kék gyorsasági motor Szendi felé vette a vadászatnál a irányt. Egy kék színű gyorsasági motor. Fehérrel már kettelek utcán haladunk délnek. Az elkövetők, kék motor. Azt nem tudom pontosan, mert nagyon gyorsan elment mellettem. Még kék színű gyorsasági motor volt. Én szeretnék folyamat vizuál. Feltesetnek el nem mondják, hogy ilyen rendes vagyok. Csak nem szeretek kibaszni a... Mit is? Frissen ide költözöttekkel. Hát ilyenkor tudják számla, meg ilyenek, azért. Kollégák, beszállítom már ezt? Nem láttatok semmit. Úton. Nem. Itt vagyok, most hagytam el az út közelrást. Megittálunk az utcára. Szegény még a nevét is elfelejtette, hogy megint. Megvizuált a fehér motorra. Hogy jövök itt? Egyelőre elfogva, de pillanatot kérünk. Ti is eztek? Arra van vizuál. Nálam van.
Hát ez kurva jó, srácok. Szegény. Jövök is fők. Én még nézelődök. Szia, bizonyos. Szia, szia. A tő fel rajta vagyok, Csima. Ez mi szó van, van, hát ez kurva jó. Nem bírt tud olyan titeket. Jön, ments nő, éjszak. Lázától szintén éjszak. Nehogy írod meg a felmondásod, a szabadságot csak írd be. Az intézd a gépedet, fizes. Vidd el egy szerelő, ez bazeg. Kér pár ezer forintot, azt meg van oldva. Össze kell rakni a gépedet csak. Csúnya volt. Technikai baj miatt. Melyik motorra vizuál? Hát de, bazd meg. Egy hét után meg visszasírod, ha felmondasz. Miért mondtál fel? Ne légy hülye. Szabadság inkább célszerű. Van bármely motorra vizuál, kollega? Tetszív meg a nő. Ez komoly. Na. Uraim, jó, hogy megtaláltam. El lett fogva, mint a három gyorsági motoros? A... Elmutattam? Fehér motorosnál még nagyon megbüntetnek, várakozunk. Mondja. Történtek is a izénél találtam ezt a kocsit, mikor jöttem a városba, és ott volt már. És gondoltam, megkeresem magam. Negatív, köszönöm. Hát ilyen... Tudom, hogy ez. Aha. Lehet, hogy összementünk, de szerintem nem. Uram. Most az előbb jó fej voltam. Tudom, tudom, uram, de én is az akartam, hogy ezt is foglalják le. Maguk után is akartam rohanni, de hát nézzét ezeket a lábokat. Nem is erre jött, uram. Nem is arra jött. Nem tudtam, hát hogy, hova megy? Uram, most már viszont számolni fogok, mert adtam egy esélyt önnek, hogy ezt kihasználtam. Kollégadig átnézni a keszültartót? Persze. Köszönöm, mert utána akkor itt van a kerékdor. Szereálltam az út szélére is emiatt. Kiszámláztam, uram. Köszönjük, kérni, hogy 491-es költ. Hát nézem a csomagtartót is. Oké, addig nem fogom volna. Nem nagy hiszi. Köszönöm, hogy költségén voltak, hogy valóban. 490. Üres. Tiszta. Jó. Már egy van, szerintem volt. Itt van valahol egy bicikli bérlő. Menjél oda, az biciklisz. Be, bicikliztem, uram, uram. Esküszöm magára. Magának. Hogy ezt nem így akartam. Nem kollégák, a kék gyorsasági motorra ment valaki. Republikba baj, jó? Ugye lefoglalom a szemát. Tartam önöket fel. Sétálok. Viszlát, uram. Viszlát. 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 Most ez real. Micsoda? Most ez komoly. Hát éreztem, akkor megnyomom. Szerintem a kékre nem negatív. Ott volt egy kis kavarodás. És beszélnek a kollégát. És szemem sarkából láttam ezt az SMS-t, de ez elég érdekes volt. Aj, ez kerék bűncs. Jaj. Szuper, meg vagyok. Ér motorossal ismét felvettük a vizuált. Itt Marketelek fölött haladunk keletre. Szeretnénk kérni egy darab motoros erősítést. Folyamatos vizuált kérnek, Bence. Itt a hegyi úton haladunk a gazdag negyed fölött keletre. Pontos utat nem tudok mondani, körzetszám 392. Ez az az a Bence, akit feltett kezekkel kikísértek a PD-ről. A szemzöldből drágos. Folyamatosan keletnek haladunk. Kontrapszállítás volt. És visszatértünk, és felettek sor az a zöldikék. Tovább a víztározó feletti úton. Igen, ja, az komoly volt. Hoppa, feletti autópályán érkezek. Hát, jó, nem is értettem, hogy került ki a helyzetbe. Egy pedig elindultam, Roy. Még mindig keletre haladnak? Itt van még az ételfutás. A pozitív most fogunk kérni a színpadnál. Viszont érkezem, hamarosan. A micsoda gépjárművek vannak itt parkolóban, azt. Én is azt nézem, milyen jó fizet. Pédét itt hagyom. Kis színpad, jó fizet amúgy, én csináltam sokáig. Pozitív. Mennyit fizet? 16-os körzet. Az igen. Hát, egy cím 90 dollár. Ezt megváltjuk ki. Kettő másik perc is ott van, de szerintem csinál. Kis színpadtal éjszakra voltunk, most elindultunk vissza az útra, ami a nagy színpadhoz vezet ki a Puente-hez.
az úton vagyunk. Egy ki fogja venni? Hát nagyon úgy néz ki. Mentén el fogunk kérni. Erről nem mondok semmi. Hol kell kikérni a kocsit? Megsérült a rendőr. A főbubliknak. Színpadnál vagyok. Nagy Pista, címesz a Twitterben. Most fogunk ide érni. Itt megy tovább egyenesen, tehát itt a nagy színpadtól északra van ez a kanyargós út, azon megyünk tovább. Hú, én estem. Jó, publit. Hol légy? Túl vagyok, de estem. Most a vadászat útvonal. Negatív. Itt a közvetlen, ami van a nagy színpad fölötti út, kíséri végig a gazdag negyedet kelet-nyugat irányba. Betérünk gazdag negyedbe. Negyedbe víztározó déli partján. Ne. Ezt miért? Hol van sérült rendőr? Folyamat szintjúvázzanak. Továbbra is víztározó déli partja. Gyertek már vissza egy kicsit, oda tolassatok vissza Léci a... Oda, ahol a mentő van, ott van a gadget. Léci, gyertek. Északi partján haladunk a víztározónak, keletnek visszafelé. Itt színpadnál vagyok. Néz, valamerre arra fele fogunk a kis színpad alatti keresztelődésbe fogunk kiérni. Hogy hagytátok el? Hát az, hogy én minden másnálatban, mert rőszert, meg nem tudom mit, van magot, van kokai mag, vagy micsodát. És mit leszolgáltattam a... Igen. Nem, nagyon helyes. Jó, ismét felvettem a vizuált, tovább menekül, most megtalálják nál meg én ezt mindegy, itt a legsoknál tartunk éjszaknak. Akkor köszönjük szépen. Akkor további jó köszönjük. Én köszönöm. Viszont viszlát. Viszlát. Nagy szóltok az ételfutárok szivatásához. Lemegyünk jobbra. Külön nézzék a kollégának ehhez. La Fuente. Igen. Nem La Fuente, micsoda? Hanem megyünk föl a másik hegyi útra. Ez egy vissza az ételfutárhoz. Jó. Nem veszik komolyan összeosítva a megszerzés. Nem, pedig amúgy tök egyszerű. Irányunk. Úgy vannak vele, hogy mi a fasznak. Vissza amúgy város igen. Fel, a nagy színpad kereszteződés. Elhagyjuk, legyünk igazából a városnak. Ennyi, egy 5 perc alatt megvan szerintem. Eltéredem sok irányába. Hát jó, de most az oktatás is van meg ezek, szóval na, ez most már nem 5 perc. Na ez most az biztos is, itt is állok van. Nekem is volt oktatás, igen. Vezetés, ja. Minden volt. Hát de hogyha... Hol az a kurva öltöző? Nem tudom merre ment, mert leszopatott. Nem megyek jobbra, nem tudom, én még a régi rendszerbe sem. Én is jobbra megyek, valószínűleg itt lesz. Nagyon régen. Előre megyek. 2,5 éve. Asztó. Vagy kettő az éve. Micsoda? Rossz helyen vagyunk. Szerintem erre sem jött, akkor gazdag negyed. Na, király. Lesz. Akkor iszkiri befele. Bizony. Mindjárt megkérdezem, jó? Mindjárt visszahívlak. Megkerüljük fentről. Nem tudjátok, van vizsgatiszt most? Hát Ray van csak. Ray Rider. Egy ismerős, ami ott elfogadták neki a jelentkezési lapját, aztán bemenne, hogy bejönne TD-re.
Hát legyen hát, rádiózzál be azt a Ray-t, kérdezd meg. Ray, Ray a lezredes. Tudnám most vizsgáztatni. Hát vagy legegyszerűbb, hogyha kírja, hogy a kapitányságú tartózkodik felvételével kapcsolatban, mert de most akcióban. Könnyebb, már, ja. Most én nem akarok, már... ja, akarok most rádiózni. Ja, hát nyilván. Hát én a rádióra... Ki, hogy írja ki. Hát igen, én rádióra így, hagyatkoztam és 2,5 órát vártam. Annó. 4 napot és 3 órát. Hát ki kell érdemelni. De te egy állat vagy, baszki. A rohadt életbe köszönjük szépen. Ezt a mai napot ezt elvitted rendesen. Csírbajnok. De miután lerepült 2 utcát, még tovább hajtott? Pozitív, leesett egy ilyen földes útra a gyorsaságnyival és tovább ment. Esetleg fejszámba. Van pozitív, hát nem tudom, intézkedjek igazából. Szerintem hát attól függ, mennyire látom, súlyosnak ezt az ugratást. Illetve ha földes után, akkor meg szintén. Már egy gyorsasági motorral ugrat valaki, már szerintem az elég érdekes szituáció. Pozitív, kolé. Szerintem nyugodtan, Bence. Nyugtáztam, akkor intézkedek. Gyertség, vissza tudna értem jönni, kollega. Na most rádiózzá. Kolega, itt 3 fővel van. Itt vagyok. Most viszont Roger Ray. Ugye te vissza, az ketté válod. Nem Roger, Ray Rider. Vagy Ray Rider. Mindig keverem a kettőt. A lezredes? Vagy... Ray Rider az... Vence, merre van pontosan? Lezredes sima? Vagy... A lezredes úr. A lezredes úr? Jó. Meg kiszállok, mert lámplázom van. Kettkafé, hát a megeszt lévő parkolóba vagyok. Oszolok meg közé, járvös létfővel. Tiszteletre írjál, de a rezedes úr esetleg ráér? Jó, kollega. Lenne egy jelentkező a PD-n. Sajnos én ahhoz alul kvalifikált vagyok, úgyhogy ebbe egy ezredes vagy vezérezredes urat kell megkeresni. 14, köszönöm. Hát ez nem nyert hangszórót. Na, no, még várunk egy 3 percet aztán. Szerintem ő már elment innen, vagy nem? Ne, jönnek még, na, hogy itt meg kocsi. Na, srácok, szerintetek lesz hét elfogtál? Hogy mi történik? Valami script rajtunk van. És a nagy kalibert amúgy, azt beszállításra kerül a kapitányságra?
Nem tudom. Az egy felesebb réteg akkor, gondolom. Baj, mindenkinek vissza kéne tennie a saját tároló, vagy ne a raktárba, a főraktárba, de hát basztak rá sokan. Majd megkérem esetleg az olyan nagy kaliberű elkövetőket, hogy ne lőjenek rám, nekem csak kis kaliberem van. Aztán megvan olyan. Majd örömmel visszalövünk. Ha igen. Na, úgy néz ki, kicsit csendesedik a helyzet. Mint a kicsit csendesedne a helyzet. Ja. Osnak. Kihet se láttam még, hogy ennyi embernek sikerült volna az írásbeli. Már? Több bejelentkeztek is. Az azt megnézem mindjárt a bleten. Pop. Igen, amúgy igen. Ez négy fő, akárhogy is nézem. Hát már 40-en vagyunk lassan. Hát, nem baj, ez egy időben úgy sincs mindenki szolgálatban. Hát meg sokan ugye most egy kicsit elfáradtak szerintem az elmúlt időszakban. Vagy végre lesz a V4-nek, szerintem megint begerjednek illegálok. Aki a V3-tól nem riadt meg, az a V4-től sem fog. Milyen V3? A V3? Vöröstől. V3? A V3 az máshol volt. De mert vörösben még lett, még rabolnak. 3-13-ben felkérdési utasítást kér. Akcióparancsokat hívom. Mi B1, B2, B3, B4-es fokozatot használtunk, arra srácok, azért keveredtem most meg. Akcióparancsok a rádión találhatok. Holnap lesz stream? Persze, hogy lesz stream, ne vicce, hogyne lenne. Na, minden nap. Akkor kérjük DC-re, most már rád is átettem a rangot Discordon. Akkor nem lesz stream, kérjük, hogy nem lesz. Jó, akkor túlsztárgyalót keresem. Úgyhogy mindenképpen lesz stream. Vétel. Hegény rablása. Tisztelgyaló. Akcióparancsok, itt van a rádió, mert nem nagyon reagál. Türelmet kérnénk, ügyet intézünk. Nincs rablás. Tehát az akció még nem ért véget. Még csak folyik. Ja. A bakávézóban mit lehet enni? Sose voltam. Én egyszer tértünk be, de ilyen nagyon sok minden dolgot nem találtunk, érességeket. Ja, arra nem kell. Jó, húsi kéne. Igen, egy-két úriembernél, akit igazoltottunk, olyan kaják voltak, csak lestem. Bulim volt pizza. Kérdezni. Ma lesztek még? Voltatok közé, PD bulin? Nem. Én nem tudtam sajnos. Egyéb jó, pedig nagyon komoly volt. Hétvégén nem igen tudok jönni, az a baj. Szolgálatba. Dakota Roger balesetet szenvedett. Szomorú. Most viszik be a kórházba.
Na ezt kapjuk. Tisztáltam, uram, miért bújkál? Szép napod. Tisztáltam. Halló. A hölgyem, nem tudom melyik. Halló. Hall minket? Halló? 36-os 10-18. Vétel kollégák, beszállító egység visszajött a sérülségre, mindkét előállított személye? Leszünk még egy kicsit. Negatív utasítást kér. Akkor kérem, térjen vissza, és amit visszatért, nem feloldom. 14-3-13, két személyebre visszatér a sérülség. Nem tudom, vizes mikor, hamarosan. Majd visszatér a serifsére. Haló? Ray Rider, vétel! Vételem? Mert adott meg a jelenleg? Gyálőrűzünk. Vétel, legyél kedves visszafáradni az ősre. Előállított személyünk egy felettessel szeretne beszélni. 14, jövök. Na, halló. Szia, Blyan. Halló. Uram, végre! Miért bújkál maga itt? Én csak a barátomra várok. Aha, akkor igazoltatjuk, ha nem gond, jó? Rendben. Bemutatkoznék, Melvin-heli szolgálatparancsnok vagyok, az LSPD-től jelvén számú 81-19. Szóra sem még az olvány, jogosítvány, akármi. Sajnos nincsen semmi nálam. Most jöttem a városba. Aha. A Vétel Roger, a feloldó mehet ki. Akkor tegye ide az ujját, uram, aztán akkor veszük egy ülőnyomatot. Hogy hívják? Sean Washington. Mikor született? 1999. szeptember 5. 395-9. Mennyi? 1999. Biztos ez? Hát az tök nem. 4-10 reagál a betörésre. Miért fogjuk ki az ilyeneket a tényleg? Nyugati oldalára már. Azt látom, hogy 95-ben született. 95-0-9-0-5. Az itt én. Petty indul két főből. Köszönjük. Na mindegy. Forduljon a falfát, tegye fel a kezét. V4-es fokozat van, ezért át fogom vizsgálni a ruházatát. Van magánál bármi illegális? Nincs. Rendben. Oké, nem azok jön. Vizes, idegesít a zene? Amúgy van, hogy lejjebb tudom elmenni a hangerőt. Telefonon is, vagy a gépen is. Ha egy képet látnál, akkor az lenne a probléma. Jó, tiszta az úr. Miért nincs szemed?
további szép estét, vigyázzon magára, viszlát. Köszönöm, viszlát. Viszlát. Csak ilyen manuszokba futunk bele, azt nem hiszem el. Hát, én? Jó. Én egy kicsit zavarba is jöttem. 413-as helyszínen. Én melleket láttam. Lehet, hogy rosszul láttam. Micsoda? Én is. Én melleket láttam, de lehet, hogy rosszul láttam. Melleket? Mi a mellek? Aha. Hát, női cickókat. Női cickókat. Igen. Igen. Amúgy baszki, tényleg. Nem mertem megkérdezni, hogy... Most, hogy mondjátok, én is ezt leugrom. Meg is lepődtem, mikor megszólalt, tehát... Leesett hát az állam. Én össze is ezzettem egy fél pillanatra. De kollégák, majd megkérném majd őket, hogy nyugatihoz jöjjenek. Kollégám, egy érvény járőrözni, mert mindig valami meglepetésség. Hát, biztos. Esküszöm, vagy... Kinyitottam az ajtót és romló... mindegy. Akkor jönk az előtelepre is, jó van fasza. Itt marad? Ja, nem marad. Ja, hogy értem már, jó. Jártam én is sajnos így. Jól a kettő helyszínen. Start még az akció amúgy, vagy már feloldottál? Tárik, vagy nézzük be? Tudom. Szerintem már nem. Kérem, álljanak le. Déli oldal protokoll szerint lezárva. Hát én most nem tudom, mi van. Én se. Hát múltkor, hogy járt a motoros egységként kellett mennem helyszínre. Lerobbant visszafele a motorom az egyik helyszínről, és nem volt szerelő, aki meg tudja csinálni. Sebb lájt, sebb revolution. Volt szerelő, csak nem értett a motorokhoz. Tisztelet. Tiszteltem. Hello. Balázs sajtot meg kéne nézni. Álljon be egyik boxba és megnézem. Köszönjük. Mi a baj a bal első ajtónak? Kicsit nekinyitottam a kut fejnek, kutoszlopnak. Na vizes, itt van a haverod. De. Ja, rendben, akkor gyorsan itt kikalapálom. Kicsit ott behorpatja. Igen, gyorsan kikalapálom, látom be van horpadva. Milyen napja volt az uraknak? Hát fárasztó, sok a mókuska. Azta. Egyébként van tuningos jelen pillanatban? 36-os végül. Igen, a zöld ruhás úr az ott szalad épp. Akkor majd lehet visszanézek. Rendben. Köszönjük viszlát. Szépen, viszlát. 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 Szám vagy előre, előre. Na valami történhetne már, valami ütlegelési, valami. Ilyen, hát de most fú, az előző eset letargiájában vagyok még, úgyhogy próbálom magam azt élni. Nekem rémálmaim lesznek. Hát ez ijesztő volt, akárhogy is nézzük, bármilyen szemszögből is. Jó, hogy volt rajta pulóver. Hát igen. Férfiakkal fogok álmodni, támadott cicikkel. Ez beégett most az előre. Hagyta a motorját az okától éjszakra. Hú, basszus, látszok. Szerintem elnézte a karakterkészítésre. Balesetet. Ujjaj. Nyugtáztam. Már megjavítottak, minden rendben. Nézni. Megyünk a motorért. És visszatér a PD-re. Ami sokkal több építőmunkással találkoztam napi szinten, mint az elmúlt időszakban. Ja. Egyre ritkábbak. Nem tudom, én ma azt várom, hogy a serifek eltakarodjanak a városból, a picsába. Na. Te Bence, én nem szeretem. Kollégák, azonnali erősítést kérek. Itt van a három darab úr. Egy Audi RS3-mal a földes úton a déli bejárat alatt. Na jó, Andrei, onnan messze vagyunk. Megérkeztek kocsival, fekete RS3. Jó, meg akkor a PD-s kollega is, kérem.
így indulok. Érkezünk be, csak pillanatokon belül. Ezek a sheriffek nem okosak, szerintem. Megálltak jelenleg az útszél és futnak. Kollégák, se rádiózni nem tudnak, nem tudom. Azt nem tudom megfogalmazni. Volt egy olyan esetünk, egy olyan akciónk, hogy... Hogy konkrétan a sheriff... Éppen az ebédet is elmondta a üldözés közben. Nem olyan képzettek, mint az LSPD-nél. Nem kapnak olyan képzést. Kerékre 10 parancs, aktív. Öveket bekötni. Kollegák, itt vagyunk. Be van. A katonaság déli bejáratának. Most durva lesz. Földes úta. Nullatos egység indul a helyszínre. Ezt a szart nagyon rossz vezetni. Ja, már vezettem ezt én is. Tolja az elejét, mint az állat. Ja. De butka Taurus vezet. Hátsó kerekes mocsok. Tudod, Taurusszal elkaptam egy eresetet. Most fassa. Taurusszal. Aha. Ez komoly. Egyenesbe lehagyott, kanyarokba utolértem, mert szerencsére nem nagyon tudod vezetni a illető. Hallgassuk a rádiót egy kicsit. Déli bejár. Végül két motoros egység felszabadult. Az a klubenzin. Itt jobbra, gondolom. Igen. Igen. Ugye a földes út meg a déli bejárat, az szerintem minden lesz. De hol van itt földes út? Valaga akartam mondani, hogy vigyázzon a szögezzók másik oldalon, de... Hát... Visszatértem. Megtaláltam. Ne. Komoly. Rezulálom. Szerintem itt a hídon, hogy hát megyünk. Én nem tudom, itt hol van földes út. Én sem nagyon, nem ja, emlékszem. Itt te. Ja, hogy itt? Katonasági déli bejáratánál földes. Ha más nem lehet. Először is kollégáktól kérdezném, hogy esetleg nem tudnának segíteni az urak kihallgatásában, mivel már van kettő személyünk a bankrablásból adódóan. Hát én nem. Olyan tök jön, aki jelen volt. Én nem tudom, igen, hogy hol vannak. De azt mondta, hogy a hattal kijöttünk ide a helyszínre. Segíteni. Többen akkor? Fővel. Projekt ment a forgalmazási mellett. Hát még egy járat van, hogy itt lesz egy híd, de az alatt van földes út, az oké. Okay. De oda nem tudtam lejükülni. Kérdeztem kollégák, hogy esetleg tudnának-e segíteni E3 úr kihallgatásában, akár az LSPD-nek, mert aztán elkövettünk a bankra. Meglettek. Hát igen. Igen. Nagyon jó. Nagy nehezen. De hol voltak itt lent? Másik oldalon? Defektes problémát részemre. Micsoda? Kik voltak ott? Hallal itt futottak az elkövetők, nem? Ja, azt nem tudjuk. Mi most értünk ide. Mert engem elcsaptak, mentőautóval, mint utóbb kiderült.
Roy meg velem volt. Jó, mert nem egyszer tudunk két okos segítséget töltve. Nem tudom, hol vannak, hát az a baj. Fú, ezt most nem hallottam önöket. Nem tudom, hol vannak a kollégák. Ja, én sem, pedig rádióztunk is, de nem reagálnak. Hát a déli bejárat az ez, nem? Igen. Hát az ez elvileg, igen. Ha. Emetek megvannak. Úgyhogy mennek kihallgatásra, csak most az elespedítők kértek segítséget a kihallgatáshoz. Igen, azt hallottuk. Hát akkor jó, hát akkor menjünk vissza a városba. Akkor meg vagyunk. Akkor vissza. Menjünk vissza. Jó, akkor vissza. Mondjuk ez rá, mindegy is. De akkor miért kérnek segítséget, hogyha motoros egységként itt körözünk? Kollégák, le kellene feküdni a kihallgató szoba előtt, hagytam egy táskát benne, egy kicsit, ez a kettes cellában való ember kihez tartozik. A telefon és a rádió akkumulátorja is benne van a táskánkban. Sajnos le kell adnom a szolgáltatot. Le kell adnom a szolgáltatot, ennyit értettem belőle. Valami táskát helyezett ki a cella elé, hogy valamelyik elkövetőjének a cuccai vannak benne, aki a kettes cellában van. A telefon, meg a... Most mi az? Vették a közleményt. Tiszteletem, uraim! Szép jó napot! Tudom, hogy maguk nem szerelők meg semmi, de nem tudnának esetleg az érdekembe járni, mert 15 perce itt állunk. Nem tudok. Senki nem jön ki a hívásra. Fáradjon le az 393 visszatér serifségre. A kollégák intézik magát. 394 szintén. Üdvözlöm, nevem Szkoro, kupai jelvény számom 3251. Szeretnék akkor egy jogosítványt öntől kérni. Megismételnéd? Negatív. Uram, mik ezek az autóba? Ilyet igazából vettem a boltban. A táskába, aki hallgató előtt van egy kés, az a barátom kérte, ő küldött el venni. Aztán hát lerobbantam. A telefon rádiója, és a telefon és a rádió akkumulátorja. Nem ezt legyen szíves? A táskába benne van, nekem sajnos a feladban szolgálatot, további jó szolgálatot. Már is átnézem az adat, hogy adatbázisom egy pillanatot. Gyerek előállítva volt az úr? Szerintem még nem. Szerelő voltam. 26-osan indul a serifségre az elkövetők. Nyugodtan kutassanak át. Nem mászkáljon, hogyha nem muszáj, jó? Mindjárt intézzük ja, azt csak... is. Jó. Születési dátumot legyen kedves. 2007-02. És nem volt előállítva az úr? Nem emlékszem rá, nem tudom. Adatbázis szerint nem így van. Voltam már előállítva? Emberrablás, sikeres volt rablás, rendőrség munkakat, de ez a hívják az urat, bocsánat. Peterson, Peter. Peter, ezt leírna nekem egy papírra, adok egy papír. Itt van előttem az adatbázisba. Kétessel? Így van. Így van. Peter, három. Lehet, hogy még a régi időmben volt, de tudja, az már ilyen, lehet most mondjam. Csinálni a kérdés, az lenne. Elmúlt az idő, hogy így mondjam. Szerelő voltam egy pár hónapja. Hónapja voltam, csak kirúgtak. Aztán most szeretek horgászgatni, szoktam. Ó, hát ez nagyon régen volt, 2 éve. Ha? Igen. Roger, hát nem most volt. Alezredes úr. Létel. Jó. Szuper, akkor átnézzük az urat. Ja, jó, jöjjenek. Oda jössz, kedves feltenni a kezét. Kiterem vagyok, régi gondolkozik. Nyugtok. Kincseket szoktam nézegetni az utat. Vállalni, vagy most küldjem el. Átnézem. Inkább holnap, jó? Átnézem a bal cipőjét, haladok fel, átnézem a köszi. Jobb zsebét, milyen belenyúlok, átnézem a bal zsebét. Azt is milyen átnézem, haladok felfele, átnézem a pulóverét. Pulóver zsebeit átnézem ezt a jobbot, milyen belenyúlok. Átforgatom, kifordítom, átnézem a bal zsebét is, azt is milyen belenyúlok, kifordítom, haladok felfele, átnézem a belső zsebeit is, elvileg nincs nálam semmi illegális. Már is átnézem, nézzük csak, mobiltelefon, egy fekete Porsche 635-ös körzetben, némi étel, ital, dohány, készpénzt látok itt. Ha jól látom, halat, horgászengedélyt és csalikat.
Jó, hol vesz engedélyen, rendelkezik az úr? Persze, mondtam is a számot. Persze, akkor ezt is meg kell nézni. 00-11-50. Reagálnom kellett. 00-11-50. Így van. Jó. A Respiti 0-1-10-18 vége. Így van, van engedélye, ha jól igen, látom, van. Fasza. Aha, látom is. Szuper, jó. Tiszta voltam akkor további úgy. Szép próbálok mindent legálisan csinálni. Írtam nem a szerelőknek, jó? Ah, köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm, további szép napot, viszlát, jó munkát. Szert. Van a kolléga vagy. A táskát azt mi raktuk le, amúgy? De. Na, nincs benne semmi, nézd. Nem szól megmozdulni, kollégák. Mint a urusomat kényhagyom kollégák, hívok rá szellőt. Táncolj egyet. Mindegy mit. Vagy ülj le, vagy valami. Aztán utána menni fog. 95-10-17. Ülj le. Igyekszek. Na? Nem, nem tudok. Hát akkor... Kapják fel, meg tegyék le az urat. Én nem tudom, hogyan kell felkapni. Az urak tudja? Ah, jó. Sikerült, na, köszönjük. Most jó lesz. Növényzet. Megzavarta. De most... Most megint nem. Tegyél, telefonját hogy kell, az... telefont. De nem tudom, hozzám ragadt. Hogy kell felkapni, uram? Várjon! Na, akkor nincs be villát. Ilyen szarú volt ez. Szerintem a telefon nem használ. Nem, szerintem, ne add le egy picit. Ja, szerintem sem. Jaj, valószínűleg az a probléma. További szépen. Kitartás vissza. Dobjuk ki azt a picsába. Szar iPhone-ok, erre valók. Én szeretem őket amúgy. Amúgy én is. De most te sose csinált még ilyet, hogy hozzám ragadt. Hát valaki vicces volt. De amúgy ilyen esetben nem szokták törölni az adatbázisból, hogyha valaki ilyen hosszú ideje nem csinált semmit? Nem. Igazából előállítást nem igazán szoktuk majd nézni, a körözéseket szoktuk majd nézni. Ja, értem. Mondjuk én már fogtam körözött szemét. Én is. És le is tagadta természetesen. Rajtam nincsen semmi felkörözés. Békésen horgáztak. Én is pont egy balesetnél fogtam. Így van. Akkor lehet veled volt. Együtt voltunk, így van, ha emlékszem. Ott a kinn a picsába. A lendélen. Télen. Jaj, jaj, akkor megvan. Hogy ez kurva jó volt. Jaj, nyugodtan horgázgattak. Azt hitték, hogy a babis hús. Aha. De hát sem meg volt győződve az úrról, ugye ő nincs körözve. Ő nem. Higgyük el már. 11-95, te folytatjuk a járőr szolgálatot. Ho! Jó napot! Ho! Körös érzékem a kollégának. Ujjjj. Esó! Jó vagy? Tiszteletem, tiszteletem. Miért? Visszük is be, visszük szép is. Volt. Fogyasztotta a kólt? És az miért baj? Fogyasztotta a kólt, hogy kábítószert? Igen, hát csak alkoholt. Köveszek egy szondát. Nem tudom, ilyen űrényekről, vagy ilyenekről hadom áll. Meg a tető mászkált. Okay. Jó uram, ide tartom a száját, hogy kérem fújjon bele. Nagyon jó. Na szép volt, bele is csúrt rendesen, srácok. Na, az kemény volt. Tiszteletem, Dr. Daddy Johnson, vagyok az EMS-től. Szeretném kérdezni, hogy egy szabad egységet érnek az EMS-el, itt vannak ilyen nyomorékok, akik meg szeretnének szurkálni, tiszteletek. Köszönöm. Indulunk. Hiszen egy
Nyomorékok, ez az kurva jó. Ez is nélkül azt lenne, ijeszd el a legyeket. Ő futnak elébe. Elfutnak. Márra. Ő kifele, hát most beülnek egy nem tudom milyen autóba, mindjárt nézem. Uram. Ez is jó belesett az egyik fiatal. Csak... Menjem oda, rejön kedves. Fekete Panamera és egy Renault fekete Clio. Látom őt róla, kettő. Ez egyik elment főpuk hát, fele, a Panamera, ott megy velünk szembe. Viszont közterületen van, szóval nagyon gyorsan volt az önfaj, bevisszük. Ja, oké, sűk is. Melyik a másikra? Azt hiszem, még itt van nálam. Köszönöm. Jaj. Aztán józan adjunk ide nagyon gyorsan. Oké. Na szóval, szép napot is szállt. Az a baj, hogy úgy járnak. Az már a maguk problémája. Jó, Porsche menekül. Vizuált kérek. Egyes bank. Egyes bank. Egyes bank megültözés. 05-ös reagál. Révita, folyamatos vizuált kérek. Keletén megyünk kifele, szembe sem. Az igen, jól elhúztad. Fasz. A Porsche Panamerával? Mondjuk azt nem érjük mint utol, szóval nem is megyünk. Az bőszt már az a kocsi. Ferrari is ilyen amúgy. Hát jó. Meg is rossz kereket kilőttük egy perc után. Kilőttek, fassa. Jó, hogy nem perc. Ez így működik. Ennyi. Szükséges erősítés, kollégák? Tív. Keleti autópályán a trafi előtt vagyunk. Fekete pos. Pozitív. Ha egy ilyen Adidas pólós úr ül benne, akkor az felrúgta a rendőrmotoromat a Brights-ba, azt mondta, hogy egy úrot. Már elmentek, mire én észrevettem. Egy pluszban. Ha jól tudom, 3 napig lehet, ugye? Ség. Ez a 3 napig lehet ez a fokozott jellemből, ugye? Aha. Így van. Kár. Hát utána egy fokozat vissza, és akkor utána megint el lehet rendelni. Gondolom. Hát nyomós indok kell hozzá. Igen. A vezérezredes úrnak kell kérvényezni amúgy? Nem, nem kell kérvényezni. Oké, én is mondom, hogy a kapott zárba az RSZP-diskolegáit, kérlek. Ezt ő dönti el. Ja, hogy aha. Rosszul lett itt a kapuba és itt maradt. Várja önöket. Nagy tisztelet. Megyünk, megyünk. Jó, még egy egységet kérnék oda, aki be tud szállni. Mentős úrvétel. Van egy arcetoválással rendelkező személy, hogy mit csinált pontosan magukkal? Hol a trafi? Igazából ütögettek itt engemet, meg le azt akarták, hogy adjam le a szorít és menjek el velük, most megbasznak, meg mit tudom én ilyenek. Nyugta, köszönjük szépen. Na urak, az elmúlt... Többször elmesezzem, menjen ne ide. Kell kell örökíték valahova. Te. Ahogy tűrözött személyek között van egy tetováltó ember arctetoválásra rendelkező. Úgy lehet, hogy rá is. Az még egy jó éjszakai üzé szállítás, rabszállítás. Mentősökhöz megyünk? Aha. Ja, hát ez a könnyű. A 2 is úton van. 05 megérkezett. 05 ideért. Azt a kurva, tisztelet. 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 Mi történt? Megkértek, hogy adjam le a szolit. Hogyha nem adom le, akkor barátom. Az egyik úr sajnos elesett, ahogy ment ki a küszöbön megbotlott, és ő összeesett, szegény ő volt az. Ja, jól van. Jó, igen.
Meg tudom menteni igazándiból. Mindjárt itt tud beszélni önökkel az úgy. Szóval csúszott a padló? Igen, igen, szegény elesett. Legyem a szívét. Na, arra kíváncsi leszek. Ez visszatér a Twitch-re is. Úgy de jól mondod, iszok egyet közben. Igazából hamburgerem is vár közben. Nem hallom a burpök, mert közben a router csere volt, és valamiért nem akarja nyitni a portot. Majd ránézek. Közben Blacktek meg visszadta a pontjait. Az igen. Pár megint? A civil olyat szó, hogy... de hogy is fogalmazott? Nem hivatalosan, ugye forgalomtól elzárt területen át. Erre kioktatott, hogy ő ott állhat egyébként, mert ott nem mehetnek autók, meg ilyenek. Igen. Kamerón, hogy érkeztünk meg oda a helyszínre? Azért jó volt? Nagyon jó volt, de melyik helyszínről van szó? Hát ez a baj. Mert mindegyiket jól csinálom. Szóval most a Panamérához, amikor becsúsztam elé. Jó, nagyon. Mondjuk nem kellett semmit, hogy csinálunk szerintem, de amúgy... Hát csak leordítani, hogy egyébként is megfegyek fogni rá. Ja, igaz, amúgy nem akartak kiszállni. A sokkoló segített csak. Ezt mondjuk nem értem, hogy hogy ragadni... Hogy... Na, mindjárt. Hogy ragadnak jó, be. Jó, hogy kisebb is volt magához az, megnéztem, szóval a lábuk nem tudott beragadni. A biztonságjövet is ellenőriztem. Hát mondjuk hogy látnám Restert a 01-esbe, én is beragadnék az ülésbe. Tiszteltem uram. Tiszteltem. Szép napot, szép napot. Kettős látás, hány inger fejfáj. Nem szerintelem van még esetleg. Hát, szép van, most jöttem, rá akartam hívni, megyek vissza magukat. Kérném, hogy legyen a bizonyos megtárolóban. Kérésem, hogy pihentesse magát. 14-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 4
sikerült elszétem lábaiba akar pillanatban jött ide? Hát én oda... Valamelyik szem. De kár. Szóval igen, tehát hogy kicsit most... Jelentesse magát és egy nevet szeretnék kérni az úr. Adok egy jogosítványt, nem egyszer. Tökéletes. A kumpli fejé. Szerinted egyet tippelj, mi van az én kezembe? Na. Esküszöm, próbálom felmutatni. Én pont azt akartam, hogy a világ lehet. Köszönöm, is van. Rendben, hallod a tisztelős számot fogok írni, ennek parancsoljon. Köszönöm. Nagyon szívesen. A rendőr úr kísérjük, majd vigyázzon magát. És miért kísérnek a rendőrnek? Na fáradjon. Én nem tartok igényt. De miért is? Ott várják a kollégám. Jön vele. De miért? Mit csinálta oda? Nézzen, miben ilyen várják. Hát és miért várnak itt engem? Azt a kurva beszél. Na személynek mehet addig egy bilincs, én beszélek szóval. Itt az orvossal. Miért kapok bilincset? Kollégére úgy néz ki, mint a méhecske. Kárga feketébe. Most mi történik, uram? Nem értem ezt az egészet. Köszönöm szépen, innentől ez lesz a becenevem. Uraként most hittem... A méhecske? Jó van. Aha, igen. Még egyszer itt a új ember mit csinált? Igazából bejöttek egy 5-6-an. És egy az, hogy nem hagytam neked. El kellett volna láttam 6 ember. Nem értem. Tiszteletem a szervegem. Illetve...
Nem engedték, hogy ellássam, aztán elkezdtek ütögetni előre. Szia Levi, ciao ciao. Majd azt mondták, hogy adjam le szolgálatot és menjek velük, vagy különben meg leszek baszva én is, meg a barátnőm is, vagy választatok, hogy ki legyen baszva. Na most már lesz meg baszva. A személy is ezt mondta magának? Lesz Levi, lesz Levi, mindenképpen lesz. Nem tudom, hogy kibattam-e, ordítottak össze, megmondom őszintén, de az fix, hogy velük volt, tehát hogy ez nem kérdés. A kis fejlő sokkájából megismerem, meg véletlenül én löktem föl itt a járdán, ahogy futott ki. Rádióztam örökre, és ahogy rádióztam, tudják, hogy véletlenül. Látja a puska csövét? Na, ennek örülök, Levi, köszi. Egyébként nem találtunk semmi jelet. Tök jó olvasni ezért. Semmi olyasmi jelet, ami hosszabb távú memóriavesztéshez vezetne. Egy rövid távú memóriavesztése lehet, hogy van az úrnak egy kisebb agyrázkódás, véltem felfedezni, de ez pár percen belül el kell, hogy múljon szóval. És ezt hogy te meg, uram? Hát nem rövid. Hát mondjuk, hogy orvos is ez a munkája, nem? Egyébként igen. Hát, hogy... hát nem. De ha kell, ezt én is megállapítom magának. Na, csomagoljuk a szemét. De miért csomagolnak, uram, ki nem értem, hogy volt a probléma. Úgyhogy ha olyan még egyszer sárkozhatunk. Igen, jó lenne. Vigyázzon magára. Feed fog. Mi? Fox post. Viszlát, uram. Megmondjuk, hogy mit hagyunk, mit nem, jó? Nyitom, nyitom. Elég nekem ez a kettős. 9 percig, uram, nem tettem semmit. Na jó van. Jó, jogokat majd mondjuk el. De most mondják-e, kérem. Persze, mindjárt mondjuk, ha elindult. Maradjon már csöndbe, jó? Fogalmam sincs, ezt a kollégáim tudják. Azt látta, hogy sok rendi autó van itt, de... Semmit nem tettem. Rendben, akkor ezt az őrsön tisztázzuk. Jó, beültettem az urat, becsatolom az övét, becsukom az ajtót. Itt hátul a kollega át tudja neki mondani a jókat. Persze. Jogában áll hallgatni bármit, amikor felhasználhatja a bíróságot. Jogában áll ügyvédet fogadni, amennyiben az ügyvéd rendelkezik a város által kiállított papírokkal. Amennyiben nincs módja így a rendőrségnek nincs kötelessége kérlődni önnek. Jogában áll egy mentőt ellátás igényel, amennyiben az előállítás során baleset érte. Éle bármelyik jogával, illetve egy kétperces telefonhívásra, amit a rendőrség lehallgat. Jogában, illetve szeretne bármelyik jogával élni? Ugyan a hallgatási jogomban szeretnék élni. Nagyon jó. SPD 05 visszatért egy előtt személyebb kapitányságra. Történt mágina kocsimmal, basszus. Na, akkor segítem az urat. Az etőszállat felhely, ha fel tudom. Elengedem, milyen kezes az úr. Mondjuk az fasza? Milyen kezes az úr? Halló, halló, vétel, Houston. Élek a jogomban, nem fogok válaszolni semmi kérdésre. Mondom, milyen kezes? Jó, még egyszer megkérdezem, hogy milyen kezes. Jobb. Nem magának ehhez nincs jobb. Ha, de hogy ne lenne? Jobb kezéről levesz a bilincset, a bilincselem. De azt ahhoz. Na, tök jó, Levi. Akkor nyomhatod te is az RT-t. Közben indítom a felvételt. Foglaljon helyet. Mi a szar? Nagyon sokan vagyunk itt. Vagy mi a jó Isten történik? Tartos végzett a 10-18. Találkoztatunk el. 01, 10-17 vége. Kép és hang felvétel fog készülni. 01, visszatér kapitányságra. Nem kell, de elmondom inkább. Magában a hallgatni valamit, mint
pont felhasználható a bíróság, a jogában a ügyvédet tudod. Amennyiben önnek... Roger, lejárt a 4-esbe a fél óra, visszajöttük, hogy intézzük kötten. Visszajunk már, viszont máskor kell kiallgassunk, gyertek már egyszer vissza. Kijelölni önnek védőügyvédet. Jogában áll 2 perces telefonhívás, amit a rendőrség lealkozott. Mert most közben behoztunk 2 mókust. Aztán őket intéznénk, én most itt gyors tartok, egy perces MKS, jövök vissza. Illetve mentős ellátást. Négyes bal személyeket, amikor itt akkor intézetek már. Szeretnék én egy személyigazolványt. Mit szerezted? Jogosítvány van azért. Az is jó lesz, hogy képes igazolvány legyen csak. Nem igaz, a megfőtét azóta 8-ig jót hallgattam ki. Egy nap, tassa fel, kér. Próbálom. Hogy hívják? Nem tudom, uram. De nem emlékszik rá. Arra sem emlékszem, hogy kerültem a kórházba. Nem tudom, uram, hogy kerültem ide. Akkor kérdem még egyszer, hogy hogy hívják. Akárhányszor megkérdezheti, uram, nem fogom tudni. Mikor született? Na vágyom. 75. Hónap, nap? Azt nem tudom, uram. Hát, csodás. Amit látok itt a személyigazolvány, Josh Priceton. Igen, olyan ismerősen csengett. Született 1975-05-25. Nagyon ismerősen cseng ez a név. Akkor felsorolnám a vádakat, jó? Rendben. Hivatalos személy ellen elkövetett szóbeli inzultáció. Fenyegetés. Szabul ennyi ez a kettő. És... Elismeri a vádakat? Nem, uram. Nem ismerem el. Nem tettem ilyet. Azt sem tudom, hogy mit tettem. De hogy én ilyet biztosan nem tettem, az hódzél. Figyelj, 2 mentős volt rá a tanú. Azok, hogy maga nem emlékszik, mert elesett, de 2 ember volt erre a tanú, de maga uram, megfenyegette a mentősöket. Én nem ér fenyegetni meg a mentősöket. Ezt én nem tudom, ezt a saját magától kell megkérdezni. Nekem miért lenne nekem az jó, hogy én megfenyegetek egy mentőst? Na ezt akkor még egyszer elmondom, hogy ezt a saját magától kérdezze meg, hogy miért tett ilyet. Hát de uram, most azért, mert a mentős úr, aki alapvetően nem szeret engem, talán most már így valami kezdve. Jó, akkor álljon, jó? Át fogom vizsgálni a ruházatát. Még nem, egyszer. Miért? Mert V4 fokozat van. Rendben. Álld a falhoz, valamelyik kollega pedig biztosítsa. Biztosítom tőle a fal a kezét. Pólója hol van? Nem tudom. Nagyon jó. Miért nem szabad hát póló nélkül? Fentről lefelé elkezdem átkutatni. Végig tapogatom. Nadrág zsibeket kifordítom. Adok szépen lefelé a gatyaszáron. Hát uram? Nem tudom, nem illik holó nélkül közlekedni. Nem tudom, valami olyasmi rémlik, hogy hajózni voltam talán, nem tudom. Valami mentővel, vagy valami, nem tudom, tényleg esküszöm, hogy nem tudom. Elment talak az urnát cigarettát, rádiót, pillangókést, ételt, italt, gyújtót, horgászbotot, telefont. És semmi készpénzt. Ezt a pillangók is, illetve ezt a bétbözőtöt az intézkedés végére lefoglalom, jó? Rendben. Telefonomat ki tudja nyomni, majd sziszek a zsebembe. Persze. Köszönöm. Na foglaljon helyet akkor újra. Rendben. Na uram, akkor elismeri a vádakat, vagy szigorítsunk? De uram, hogyha amit nem tettem meg, azt miért kell elismernem? Ezt mondják.
Maga bevárta a fejét, kettő mentős állította, hogy ez történt. De uram, ezt most érti, most a mentős úr. Most valami tereng, azt hiszem Daniel. Jack ismét a rádión vétel. Nagyon nem szeret engem. A mai nap azt mondta, hogy mi megfenyegettük, úgyhogy nem találkoztam vele mai nap folyamán. Ehhez képest a főpubi odajött hozzám, meg egy barátom, és azt mondta, hogy mi megfenyegettük, hogy el akarjuk rabolni. Érdekesen nem emlékszik. Egy pillanat. Jack, vételen vagy? Vételen vagyok, tessék. Le tudsz jönni az egyes kihallgatóba? Jövök. De komolyabb szituáció kell. Szia, ne menj be! Gyere ki! Szép estég! Szebbet. Miben tudok segíteni? Mindjárt jön a kolléga, ő intézte. Állítása szerint igen, elfelejtett mindent. És kezdenek derengeni dolgok, viszont nem... Viszont kettő mentős halította ezt. Illetve hát el is esett. Kavárt a fejét. És a vádak az ugye hivatalos személy ellen elkövetett szóban inzultáció, tehát fenyegetés. Hát uram, miért? Most mit mondok? Saját nevét nem tudta, saját születési dátumát nem tudta. Most így hosszú távú emlékek kezdenek visszaderengni, mert már ismerős ez a szoba. Tehát akkor elismeri a vádakat? Nem, továbbra se. Jó, akkor intézkedés után van, mint előállítás után élet feljelentése, hogyha nem érti az intézkedésre, akkor egy nyugodtan számlázzák ki. Adják meg neki. De akkor mondjanak nekem egy alapvető bizonyítékot arra, hogy megtörtént, ami nem az, hogy szóban azt mondták a mentős urak, hogy megtörtént. Mert ugyanis én is állíthatok valamit, a mentős urak is állíthatnak valamit, és hogyha én magukhoz oda megyek, hogy történt valamit, tegyük föl, akkor az valószínűleg úgy történt. Kedves uram, tehát maga, kezdjük ott, hogy egyébként a másik személyek kérve volt állítva, ő velük már hamarabb történt egy szóváltás az EMS előtt. Bocsánat, publikba. Úgy szintén a mentős úr is, hogy a személyek között. Alapból nem tudom, már személy az menekült előlünk. Mondom, maga is menekült, igaz? Én menekültem, uram. Nem hova? Menekült? Hát én úgy keltem a kórházba, uram, tisztelettel, hogy rendőr, különböző rendőrök hadafogat. Jó, semmi gondok, hogy munkai mentős, és megkérdezik akkor, hogy maga mit csinált, mit szól hozzá. Hát kérdezzük. Csak én ezt továbbra sem érzem fel. Mert egy mentős, aki gyakorlatilag vamzerkodik, meg kötözködik, az ő szava... Ja, mert erre emlékszik, hogy kötözködik. Így ugye? Van. Persze, de erre nem. Jó. Úgy ismerik őket, mint akik kötözködnek a betegekkel ott a kórház előtt. Persze. Most akkor ne higgyenek nekem. És nyilvánvalóan ok nélkül kérnek segítséget a rendőrségtől. Nyugodtan tehet ellen a fejlentés majd. Még egyszer akkor elmondom Melvin helyi szolgáltparancsnok. Megvan a félszemély, Daniel, itt van az ajtóba. Írja fel nyugodtan. Lehet jönni panaszt. Miért szed meg? Gyere a bejárathoz. És most pedig szándékoznak bent tartani. Uram, kiszolgozás lesz. Károly, éppen folyik. Ilyen kérem igazából összegem. Kapja a számláit. Aztán húzás. Rendben. Figyelj csak, kollega. Viszont továbbra se. Fogadom ezeket a vádakat, mert történtek meg. Akkor megvárjuk a mentőst, jó? Legyen úgy.
Jaj, basszus, de most miért nem lehet? Azt mondja, hogy hát ez van. És kész, megkapja a csekket, megy tovább. Nem. Nem emlészi semmi. Rúj tudná jönni? Tehát... Egyébként magától nem állnak távol ezek a dolgok, mert... Most valaha életem, hogy bántottam mentést, tudom, bocsánat, így beleszóltam. Nem az, hanem most látom, hogy... De a rendszerben, hogy ma benn van. Rendbontás, menekülés, rendőri intézkedés alól. Hatósági munkaakadályozás, rendőri munkaakadályozás, na hát... Az a rendőri munkaakadályozás, és így higgyünk önnek, ugye? Hát higgyen, az a rendőri munkaakadályozás az, hogy én vagyok a Fülpublikba, és oda jön hozzám a... Értel akartam, én baseball sapkát visel az úriember. Uram, ez nem mostani sztori, ez körülbelül egy hónapos. Így van. Csak mondom, hogy az egy olyan előállítás volt, ami szerintem szintén nem volt jogszerű, ez ellen fel is tettem a bejelentést, és nem történt belőle sem. Nem tudok róla, hogy ki lett a vizsgál, bár... Ön erről nem is fog tudni. Egyébként. Hát de ha teszek egy feljelentést, azért valami tájékoztatást hagyj kapjuk már arról. Uram, ez itt a belső körökbe. Én ezt értem, tudódik, és most is marad. Kapok itt egy, mondjuk tegyük fel $500 számlapakot, akkor utána én azt nyeljem le, és fordulják el, köpjek egyet, vagy érti? Maga is megtette volna, hogy visszajön, beszél egy felettesse, stb. Meg is tette. Megtette. Ez is milyen válasz kapott? Rendben, utána járunk a dolgon, és majd értesítjük. Hát gondolom, akkor mivel még nem értesítették, akkor még nem lett elbírálva az ügy. Hát, nem tudom. De az egyiket a dalatkot, a másik így tekült az ágyon, elvileg így hiszem végig a mentős ilyenkor nem tud sírni. Tisztelet szó magának, az mit jelent? Megadni a tiszteletet másnak. Éppen a városlakókat menti meg egyébként, és maga miatt majd most nem tudom mondani egy-két embert, mert ide kell jönni magához. Nincsenek elegem? Ne tessék el. Egy darab mentős van a városban. Senki nem mondta ezt, de akkor is. 02:10:17. Ez kemény. Ha 20-30 perces cigaretta tünetek beleférnek nekik. Jól van. Ez is férjen bele. És ezt tudja bizonyítani? Felvette szolgálatot. Ezt sem tudja bizonyítani. Miért a mentősök tudják bizonyítani, itt szóban én zúltáltam őket? De várja, uram. De hát honnan tudja, hogy rágyújtanak ilyen sűrűn? Tehát akkor ezek szerint többször is találkoztak. Így van. Voltak mentős ismerőségek. Milyen ügyben? Persze, már mentős ismerősök is vannak. Eddig gyűlölik a mentősök, most pedig már jó barátok. Voltak. Egy darab mentős gyűlöl, nem azt mondta, hogy a mentősök gyűlölnek. És pont kiszúrta magát. Mentős ma érkezett már a PD-re. Negatív, jelenleg gerinc műtétet hajt végre, hogy egy kis türelmet kérünk még. 14. Gerinc műtétet hajt végre éppen. Erről beszéltem. Addig a egyesben a személy nyugodtan pihenjen, szerintem ráér. 02 visszatért a PD-re. Várunk akkor. Maga igazán ráér. Én is. 5-10 perc fel kell ugorja. Rendben. Figyeljen, én munkámért kapom a pénzt. Szóval órabérben vagyok, szóval én nagyon ráérek itt. Magának ha ez maga kell, akkor itt leszünk egy óráig. Hát de, uram, most érti, most ide rendelnek egy mentőst a rendőrök, és a mentős egy óra múlva érte. Itt van egy mentős, nem tudom, hogy működik, de szerintem nem így kéne, hogy működjön. Úgyhogy egy felső rangú szerv ide hív egy másik szervezetet, akkor működjenek de együtt is. De ha a másik szervezetnek éppen súlyos műtétet kell végrehajtania, mert valaki gerincsérült,
akkor igazából... Na, ha ne kelljen megmagyarázni, uram. Hát ne kelljen megmagyarázni, de akkor viszont mondja azt a orvos, hogy jó, hát nem tudok menni. Ilyen egyszerű. És ejtsük a vádakat, mivel nem tudja alátámasztani ezeket, és én hagyd menjek a dolgom. És műtét közben ezt hogy ejtje meg? Hogy ejtje meg? Van egy rádió nála, és akkor lerádiózza nekünk? Kollega, kollega, hagyja, hagyja is. Nem, nem kell be belemenni. Nem is értem az érdeté. Nem, én nem szeretnék értelmetlen vitát indítani, félreértés, ne esik. Na, elég sürgős volt az a műtét, úgy látom. Na, szóval akkor. Tehát akkor hivatalos személy elleni szóval inzultáció volt, ugye? Pár? Igen. Illetve a fenyegetés. Szólnál rendőr 10-10 beszélve annyi a szolgáltat. Na, nagyon jó. No, hát akkor ezt én szeretném látni, ezt a felvételt. Hogyha van rá lehetőség, van probléma. Európ között a szalagot nem hoztam tisztelettel. Hát akkor hozzuk. Csak maga látta, hogy ott volt a kollégája is. Mentős úr. Várjon, be tudnék. Talán mindjárt megkérdezik egy urat, hogy még itt van a városban, akik látták, hogy éppen vertek. Tehát... Nagyon jó, hát tanúkat azt mindig várunk. Ha itt van a város, vertek? Mi? Akkor esetleg többen is voltunk. Jó, Austin, figyelj csak. LSPD-re többen voltak, igen. Hogy ezt értem. Erről voltak, tudtam. Ez nem számít szóbeli inzultációnak? Csak kérdezem. Jó, aki ott volt veled, azzal gyere. Jó, jó, csak. És alá tudják támasztani azt, hogy én magát megvertem. Több szem többet lát. De most alá tudja támasztani azt, hogy én megvertem magát? Hát kettő ember jönne, el tudja mondani, hogy mit láttak, majd elmondják, ő mindjárt itt vannak az LSPD előtt. Kettő ember plusz a mentős, ha jól számolok, akkor 6 szem a maga kettője ellen, szóval... Én ezt értem, csak most előtt hangzott el, hogy többen voltunk. Akkor miből tudják azt megmondani, hogy én vertem, és mondjuk nem másik személy? Nem úgy felismerik az arcáról az urat, hogyha nem önvert, akkor pedig el fogják mondani, hogy nem önvert. Csak tudja, én háttal látom, amikor elkezdtek verni, mert... Hogy fogalmazzak önnek? Bátortalanok voltak ahhoz, hogy szemtől szembe verekedjünk, de hát... Értem. Hát, az egy ciki bajzat. Hát ez akkor olyan, mint amikor hátba szúrnak valakit gyakorlatilag. Hát igen. Tisztelet. Szép estét. Cooper, te vagy az, hagyj nézem a jelenet. Igen. Jó, gyerek, kérlek. Cooper, majd felmész tanuk, ér, létszi. Persze, intézem. A kollégák, hogy állnak fel az egységek jelenleg? Figyú, én mennék aludni, jó, nem tudom, te még maradsz? Lassan én is. Jó, jelenleg javatások zajlanak. Mert én az lassan megyünk vagyok, tudod, azt csinálják vele, vagy elvitted magad valakivel majd? Majd elsétálom. Jó, igyekezzenek. Jó, oké. Jó, vagy intézem. Na, jó, mindig. Jó, így. 10-4, viszont itt van egy érdekes páciensünk az egyesbe, egy mentős urat várunk még a képen, gerinc műtéten van. Mentős úr itt van. Itt az egyesbe. Illetve két tanút várunk még a kapitányság előtt. Őket viszem vissza egyesbe. Tisztelet, valamit? Két tanúskodás miatt jöttek? Igen, igen. Jó, akkor fáradjanak velem, köszönöm. Szóval további jó munkát. Jó pihenés. Ilyen jó keresnek, bazik célra se járnak a rendőr az, az anyámat. Jó, hát mi se keresünk szarulna? 400, hát az gatya bazó. Jó, mert mi gatyák vagyunk, de azért 5 ér, mert... Na. 500 ér? Hát hülye vagy? Egy óra alatt megkeresek ezeket. Jó, hát... Az is jó. Hát annyit nem, csak 800 valamint.
Jó, most. Ha most. De miért szintén látta szolgálat? Jó, keresek, figyeld már, mi Ferrari van ott amúgy. Hát az bitcoinos bátyja. Ez nem bitcoinos. A fasztam. Ez az SF9-en te. Hát faszom, na ott van Daniel az autója, Dika. Látod? Melyik? Ja, mentem. Még garázsba tanúskodunk, hogy mi a csecsemben. Aha. Biztonságban megyünk be felé. Mike Burr is leadja a szolgálatot, további jó munkát. Sok pihenést. Milyen autók vannak, Dik? Ugye? Komolyan. Ez a Corvette nem viszont. Ugye? Használgat, nem? Nagyon is el tudnám használni. Bár nekem már nem annyira fekszik a formája, de... Z1-et az árát elfogadom, tudod. Ja, azt én is. Z1-et veszek benne. Hoppa, hoppa. Ugye beálltam Szoliba. Nem tudom, egy 10 percre rá kerülök. Hopp, már hallom. Nagyon arra, bocsánat. Jobbra megyünk, szembe. Aha, jó van. Jöttek a zurak, megjelentek. Szia, Dani. Hopp, már hallom a köcsögöt. Én is. Ott az úr. Itt van. Sziasztok. Sziasztok. Szép ez. Szia, Dani. Szeretek és türelmet kérek, urak, jó? Rendben. Tisztelt a maga tanuk. Tisztelt. Igen, igen. Személyesen. Fáradjanak utánom. Gyere, Austin. Hallod, Austin, gyere. Megyek. Hello, szia. Na igazából az lenne az első kérdésem, tökéletes. Hogy ez az úr volt-e, aki a mentős urat megfenyegette, illetve szóba linzultáció? Gondolom. Hajtott ellene. Látták az arcát? Láncáról. Láncáról felismerjük, igen. Igen. Hát az arcáról is. Kicsit, igen. Picit, ja. Picit. Hát igen. Jó, akkor igen, teljesen. Hát a lánca, ami felismerhető. A nagyon felismerhető. Igen. Az arc az rémlik. Bár őszintén megmondom, hogy nagyon nem figyeltem ilyenekre. Így van. Nagyon jó. Akkor mentős urat megvárjuk, aztán mehetnek önök. Na, szép estéket. Szép estét. Legyen szíves csak elmondani még egyszer, hogy... Köszi Blackter, köszi, te egy állat vagy, köszönjük még egyszer. A mentősöknél. Hát a mai napot elvitted. Sőt, a tegnapot is, mert már elmúlt hát éjfél. Hát mentősöknél voltunk, csak igazán... Köszönjük még egyszer. Az. Mentünk Danihoz itten komoly sebtapaszt kérni, mert itt elest hoztál. Borzsolás volt itt térdemben, aztán kértünk fel sebtapaszt, mindig. Még itt meló előtt, aztán bementünk, az oda jött egy csomó ember. Csak mi nekünk kellett volna bemenni oda hozzá, mert mi kértünk ellátást, te spanommal. Aztán bejött egy csomó ember, nem tudom miért jöttek be, na mindegy igazából. Mindannyian rávártak, hogy fogom. Egy ilyen 8-10 ember bejött. Aztán szóban inzultálták Danit meg ilyenek. Úgyhogy aztán elkezdte egy-két úr ütni is, ugye. Igen, erről tudunk, és itt az úr, aki itt ül a székbe, pontosan mit csinált, láttak róla valamit? Én szerintem, hogy megütötte. Ütötte meg akkor az urat, igaz? Igen, úgy emlékszem. Biztos meg sem nem számolni, hány csírt kaptunk tőled. Basszus kulcs. Továbbra sem. Hát jó, viszont nekünk ez pont elég, úgyhogy akkor... De uram, nem kaptunk egy tiszt, nem kaptam egy tiszta választ arra, hogy én voltam az. Azt mondták, hogy hát baromi rémlik, olyan kicsit ismerős. Most ez a kicsit ismerős, ez lehet abból is, hogy én ott voltam. Nem ezt mondták, hogy kicsit ismerős. Még egyszer megkérünk uraktól, tehát akkor ő volt az-e, aki megverte itt a... Ő volt. Jó. Köszönjük szépen a tanúskodást. Szívesen. Elmondom, hogy fog történni itt, kedves uram, a székben. Ki lesz hozva magának a számla. Megkapja itt a előállítást. Amennyiben nem tetszik az intézkedés, akkor viszont tehet feljelentés intézkedéssel kapcsolatban, aki intézte a előállítását, jó? Rendben. Melvin, akkor légy szíves, folytasd. Tanukat akkor kikicsérem. Rendben. Van nincs rá szükség. Igen. Adios, amigos. Peter Roger, ide a képkészítő, ez ide tudná jönni, vissza kéne adni egy kést. Megyek. Na, vizu, Dana. Az meg hihetetlen, ami történik.
Már? Azért ott megvertek rendesen, nem? Tehát nem lehet bírni. Ez az például publikba is utána? Mint kaptad fel a vizet, bátyja? Ki? Nem látod az arcát, Gacsi, hogy megbaszt? Mint kaptad fel a vizet, bátyja? Tizi, bejön a MS-re, meg mondja, hogy adjam le a szolit, azt akkor meg leszek baszol, meg ilyenek. Hát de ki ez a pali? Hát amúgy te fel. Szihetetlen. Na majd ütközünk, bátyja, jó? Majd ütközünk, srácok. Cső. Gyere. Minden jót, uraim. Minden jót. Viszlát. Spero Cooper leadja a szolgálatot, köszönöm. Igen. Annak egyelőre kiavatok, van nyilván, hogy... Én már nem kellek. Ezeket ez most viszont. Vétel. Itt vagyok. Egy darab ember marad még kihallgatásra, többiek itt hadrafogható állapotban vannak vétel. Serűség is tud érkezni. Na, lemegyünk akkor. Jó kérdés, ha elkör rád, mindjárt még 8-asra megkérdezem. Egy ismétlést kérhetnénk vétel. Kilányan a kihallgatás folyta. Mikor tudnának érkezni PD-re? 3 percen belül mozgósítunk, mindenkit tudunk érkezni. 10-4. Civilbe. Másik civil. Ez az. Lényeges, hogy milyen gépjárművel érkezzünk, vagy ez teljesen... Nem lényeges. Na, leadjuk a lefoglalt cuccokat, amit nálam vannak, van bőven. Közben srácok, ne nézem, hogy hova pakolok le. Egyben egyes van. Mindent, jó. Egyben egyre mehet. Ó, de jó. Természetesen nálam tele lesz, nyilvánvaló. 41-re beteszek egy zárt övőt. Tudom, hát viszont megtelt a tároló, látom, itt van előttem. Ezt szerintem a többit azt, ha jól látom, mindent lepakoltak. És akkor nyitom a 42-t. Nagyon jó. Ugyanígy jártam múltkor is, hogy nekem kellett a 42. De a 42-től is be van pakolva, én nem is értem. 3-5-5-4 fővel elindultunk. Védőre.
Kettő kés. Végre várok mindenkit. 15. Akkor semmi. Védésekkel is foglalhatják a járműveket. Rasszlor, 2 percet kér és végez a kihallgatással. David Peter leadja a szolgálatot. Kettő a mission szem. Jó kérést. És más nem volt, ha jól látom. Szuper. Oké. Káros volna a rendőrt is felveszi a szolgálatot. Erőt egészséget mély garázsba várjuk. És... 30. Azzal nem pakottam a cuccokat. Ez a flámja köhés, nem akar múlni. Bőgép cuccokat, azaz. Sörűségbe sorolhat a páncélozott mögé, itt van mindenki? Szuper. Pillanat is, igen. Jessen. Az első ramból átülhet valaki a páncélozatba az anyósra. Tiszteltem, azért Rafael Sheriff 12 felvette a szolgálatot. Na srácok, igazából... Leghátsó autóba egyedül van a kolléga. Azt már nem várjuk meg. Köszi, hogy itt voltatok. Blacktechnek külön köszönjük a csiráradatot mára. Tényleg egy őrült módjára nyomtam a. Hálasan köszönjük. Köszönjük a lájkokat YouTube-on, Twitch-en. A követéseket. Ugyan, mi köszönjük, hogy itt vagytok velünk. Holnap ismét találkozunk. Jó, srácok? Megpróbálunk egy kicsit előbb érkezni. Ma volt egy-két ügyünk, de holnap igyekszünk mielőbb. Induljunk meg, kollégák, első állomás a főpublik, minden egyes bejáratot, illetve kijáratot zárjunk le, torlaszoljuk el a járművekkel. Én úgy emlékszem, hogy csatlakoztam. Most csatlakoztam le. Úgyhogy tényleg köszönöm még egyszer minden, srácok. Vigyázzatok magatokra, jó ét nektek. Ciao, ciao, találkozunk holnap. Vagyis van? Sziasztok!